Na sziasztok srácok, ez a GFFT Rust. Szevasztok, elkezdődött? Mindjárt ráfigyelek. János, ugye fölveszed? Igen, kiírta, hogy megy a felvétel. Na hát akkor szevasztok srácok, megindultunk, igen, most már 4 másodperccel ezelőtt meg is indult. Hát akkor helyzetjelentés. Fasztarisznyi a geci puttonyt, mindjárt pofán lőjük, ezért van a shotgunnal. Szegény, meg fog halni. Engem nem érdekel, kurvára idegesít a rohadt gitárja. Na, elvileg már megy a live. Eddig is ment, nem? Mármint, hogy látni lehet most már. Tény. Na. Oké. Baszassuk akkor. Hopp, bocsi. Ne, ne. Na, finom van. Bocsi, csak visszaklikkeltem. És itt gitározik. Én megölöm. Nagyon megölöm. Hol? Várjál, ne menjél ki egyedül végig, míg megbassz. Egy szem soti itt van nálam, mert kit érdekel, úgyse tud ide följönni. Na oké, akkor... Látod? Nem. Megvan. Ja. Most meghal, most nagyon meghal. Oh, hogy szaladt? Meglátta a kezemben shotgunt. Hello! Gyere ki, gyere ki, gyere ki, kis köcsök, gyere. Gyere be! Na, ez te voltál? János. Ah, suck my dick! Kinyírtam. Szép volt. Szét fogjuk baszni a kurva házadat. Ez visszhangos volt. Azért, mert nyomtam közben a V-t is. Szegény gyermek. Várj, akkor viszont a kisköcsök vissza fog jönni, mert valamilyen cucca tuti, hogy volt itt, ha már tudod gitárt csinálni. Na, megadtam a tököt. Na. Kiszedjük, ami itt van. Tomzom be. Csinálok lőport. És akkor... Megyek, figyelek a kiskancsóra. Na jó van, figyelgesd. Emlékszel, ahol először lelőttük most? Igen. Na. Tudja, hogy onnan jön. Arra van a bázis. Tudom, hogy melyik az. Már meg észrevettem. Jó, neked még nem láttam. Farmolgatás közben. Telefonon valamiért nem látom a rohadt adást. Igen. Most itt figyelem a kis kancsót, mert... Oké, hú, bazd meg. Visszhangzó, János. Jó, megvan. Na, üdvözlök mindenkit, négyen vagyunk, négyen. Sziasztok. Hát nálam csak ketten, de hát kinek mi? Lehet, hogy most kerülő úton fog ám jönni. Csak nem olyan fogyatékos. Tudom, hogy hol van. Annyira csak nem lehet fogyatékos, hogy ugyanazon az úton jön vissza folyamatosan. Ez neki se előny. Még így se, hogy nincsen semmi gírje. Szegény gyerek nem tudja, mi fog vele történni. Nem épp a legjobb embereket húzta föl. Hát most már nem, mert kurva kemények vagyunk. Oda megyek rakétával előbben, bazd meg az ember. Nem pocsékolunk. Ennyit nem. Nem lenne pocséklás. De hogy nem? Srácok, van ám kövünk, bazd meg. Viszont ezt tudod, miért baj? És hogyha a pöcsögnek van valamilyen? Mi? Hát azt elveszünk. Bármi. Elveszünk a házából. Mondjuk idejött egy Tomzonnal, hanem, hogy... idejött egy Tomzonnal, tipikus. Szia, Berkiller! Szervusz, Berkiller! Jó újra látni. Vadászunk egy picit. Ja, szórakozunk. Nem tudsz egyébként mesterlövést csinálni, vagy valami hasonlót? De tudok. Ne, adja nekem! Ó, várjál! Várjál, megnézzem, mi kell hozzá. Puskatest. High quality metal, rugó. Szövet, az nem tudom, hogy kell-e. Ez az egy lövetű vadászpuska? Ja, mondjad, mi kell.
magas minőségű fémből 30, egy puskatest, 5 fémcső és 2 fémrugó. Oké. Okay. Sörétes, egy lövetű, rendel. Nem sörétes. Nem, egy lövetű, megvan. Megnézem, mi kell a szkóphoz. 50 magas minőségű. Nem biztos, hogy van annyi, bazd meg. Hát egy ilyen 3 vagy 400 minimum van. Felső hangom. Tessék, kapsz rá még szkópot is. Zsí. Ennyi. Mindjárt kiszedem a kis köcsögöt a házából. Kapni fogja? A ablakon keresztül szarás közbe. Instant kill. Igen, igen, hát épségben van a bázis azért. Na. Hát ezt nem is lehet kiszedni, hát ez nem olyan, mint a múltkori, érted, hogy bemegyünk, érted, aztán azért minden instant ott van. Nem kell egy így. Hol a puskám, János? Várjál, mi kraftolom. Megpuskázlak. Na, észre. Jó, most mindent lapakolok gyorsan. Teszek be még pisztolylőszert. Szkóp az olyan, mint a mi a Thompsonom? Nem, az Holosight, kérlek, alássam. Na, azóta nem láttam az mozgolódást, mi? Nem. De figyelem, na, ott van a bázisa, ott van, amerre nézek. Ott a szikla mögött. János, nekem nincs akkora látószögem, mint neked. Én nem látok el olyan messzire. Ja. Azért kéne a mesterlövész puska, hogy adod a hát, ha azzal ellátok már addig. Szerintem most tudod, mit csinál? És minden cuccát összeszed és próbál visszajönni. Durok tenni, vagy illetve arra vár, hogy szétbasszuk a bázisát, tudod? A utóbbira tudnék inkább tippelni. Van tippem, hogy már turret lesz meg ilyenek. Gondolod, hogy ott már ezért turettel próbálkozik? Persze. A tudja, hogy lesz turett. Két napja van. Akkor majd csendbe kell oda menni. Két napja van ott az a bázis. Durván. Hát két nap alatt esélytelennek tartunk. Öten vagyunk. Sziasztok, srácok. Sziasztok. Na, azt mondja, hogy még a... Itt a puska. Adok lőszert is hozzá valamennyit. Nem tettél rá hol a szájtot? Nem, szkópod, de az még 50 szek majdnem. Ja, jó van. De kurva kemény hangja van. Lősz egyet. Nagyon durva hangja van. Meghallgatjuk? Na nyomjad. Fasza, mi? Várjál, most tudod, mit tettem? Remélem, fasz a hang, minden. Nekem tetszik. Tudod, mit csináltam, Jani? Na. Elhúztam azt a kis pöcköt a fülhallgatón. Tehát? Most már ezek. Na, egy kész a szkóp. Adod ide. Na, itt. Ottan van. Na, várjál. Úristen, Jani! Jó, mi? Nagyon zsír. Na várjál, hol van a pecója? Hát nézzem csak. Azt mondtad a sziklák mögött. Ja. Én nem kurvára nem látom a kégliét. Ha, talán... Nem, az nem az. Na, csinálok lőszert. Igen. Még egy nem jön ki. Jó van. Megvan a ház! Pici. Na, fasza. Mégse. Téves. Kő. Nagyon ki fogjuk szedni. Jó, van egy tárnyi lőszerem lesz az LR-be. Kire lőtti? Mire lőtti? Azt hiszem láttam valami mozgást, de nem vagyok benne biztos. Az jó. Nem. Nem látta?
Láttam valamit, de az nem mozgás volt, csak egy bokor. Á, fasza. Egy bokor. A lényeg, hogy résem vagy, az a lényeg. Ha nem. Na, izé, szurít majd vegyél magadhoz. Minek? Nem árt majd, hogyha kirohan ránk. Egy AK-val. Hát figyeld, most a mesterlövész puskát leteszem. Ja, ezt ne hozzad közel harcra, inkább egy SMG-t hozzá. Minek? Itt a Thompson. Ja, mert az a baszó Thompson. Hallod, de az SMG az egy pontban lő végig, bazd meg. Próbáld ki. Eleresztesz vele egy tárat, bazd meg, és ugyanarra a pontra lősz. Nagyon igen? Jó. Ja, a Thompson meg fölmegy az égbe. Egyedi SMG kisgép fegyver? Az ám. Próbáld. De abban nem megy pisztolylőszer, mi? De, az avval megy. Pisztolylőszerrel megy. Persze. Zsír. I fucking kill all. Én viszek egy elert, meg ezt a... ezt a... Berettát. Távcsővel körbenézek. Jó, van nézelőd csak. Nálam, kíváncsi vagyok rá. Nálam van a rakéta, meg a cén így. Hú, annyira? Menjünk. Várjál. Un momento. Udvaron vagyok. Mondjuk még kajálok egy kicsit, mennyire vagy felkajálva? 96, nagyon kevés. Akkor gyere le. Mindjárt megyek. Ígyunk egy kicsikét? Na jó, ha jövök le. De az SMG ez nem full automata, nem? Ez fél automata. Mi? Ha darálsz vele, mint állat. Igen? Azt lenyomod, aztán rotyogtat. Remélem hoztál magaddal még tárral lőszert. Hát, még van itt 48 pisztoly lőszer. Nálad? Jó van. És csak egy fegyvert hozol? Aha. Meg itt a szeméttelepen belepakolok egy picit. A szeméttelepnél már nincsen. Megint vigyünk ütő fegyvert? Hát figyelj, baltát hozhatsz. Jajaj, a múltkor jól útoltunk, sajnos nem tudtam felrakni a YouTube-ra, mert valahogy nem vett fel ez a szar. Azért most néha-néha nézzél rá. János, hol az étel? Középső kis faláda, legalul. Közi. Van menne pia. Közi. Pia kaja. Rengeteget farmoltam, srácok, az elmúlt... Hozok egy 500-as kulacsot, ha esetleg érdekel. Jó, nem nagyon kell. Rengeteget farmoltam, és hát ez az eredménye, amit most itt láttok. 5 rakéta, meg 4 C4. Egyél csak. Meg a jobb alsó nagy faládában van szúri, vegyél magadhoz. Azt már vettem. Oké. Okay. 7 vagyunk. Mint a gonoszok? Na srácok, akkor ennek örömére szétbaszunk valakit. Mindenkit megdugunk, a nőket kétszer is. Ja. Kutyákat, macskákat. Na nyitva fűtfát, van a... fűtfát, bokrot. Ja, nyitva van a nagy kapu. Oké, én főpiáltam magam. Kaja is megvan? Kaja is dugig van. Oké. Viszont le is pakolok mindent, nem ki ezeket elhozni. Maci húsír ideges lennék. Hát én is, mert már az az összkajánk. Vadásznom. Akkor vadásznunk is kéne valamikor. Hát majd először jó, kivadásszuk a gyereket, mert már idegesített, itt kitározgatott. Hova lett a fa? Jani. Hát fogyott sok. Nem az. A hova lett az én a fakerítésre? Hát az elrohadt. Na, fegyvert a kézbe. Hol vagy? Gyere! Utcu! Szétkapjuk azt a bázist. Nagyon figyeljünk oda. Ezek a kis bízbaszok, ezek a ezék? Building privilege? Így van. Zsír! Nem csináltam nagyon erősre, meg gondolom senki nem dob el rá pár C4-et. Különben is, hogyha bejutnak, az már fájni fog nekik.
Nagyon nagy résen. Hallod? Micsoda? Legyél résen. Akkor lehet, hogy most már nem igazán kéne nagyon trappolnunk. Az nem para. Nincs neki lőrése semmi. Az igaz. Ú, jó kis kenes kövek itt vannak. Hallod, lángszóróval be tudom venni a házba, bazd meg. Hozzam? Hát hozzad. Meg hozzá ezért alacsony minőségűt is. Oké. Okay. Addig kempelem a házat. Jó, figyelj mindenképp. Nagyon figyelek. Kis faszopó, meg figyeld, elment kerülő úton, bazd meg, érted? És ott ezért gitározik megint a háznál. Mi ott van? Nem, de akkor ideges leszek. Hát akkor lőd le a gecibe. Meg tudom nézni valahogy a tetejét. Ja. Na? Mennyit vigyek a lángszóróhoz? Hát egy 200-at. 500-as elég? Hát egy 200-at. Á, hozok egy 500-ast, az kész. Jó van az úgy, legalább tutira lesz elég. Oké. Okay. Be sincs fejezve a teteje. Ne! Ja, de hát nem tudunk boostolni, mert az magas. Na most az a kérdés, hogy merről kéne bemenni. Megnézzük a hátulját, kiégetjük. Jó. És akkor onnantól kitaláljuk. Szerintem le is ment a hányszor szétbasztuk. Gondolod? Megint a gitár, igen, Berkiller. Mindig az a kibaszott gitár. De valaki jön, gitározott. Akkor tudja, hogy neki a gitározni. Maci! Mi volt ez? Medve. Ja. Itt volt a házánál, őrizte. Házi Maci. Ja. Ott volt Maloy. Kicsit megöltem, szegény. Itt van egy kurva izé is. Nem mondom, hogy kurva, hanem itt van a csirke és idegesít. Jössz már, Csibém? Mindjárt itt, ne aggódj. Na, már alig bírok magammal. Menjünk be. Utálom ezeket a kurva ajtóidat. Baszd meg, de csukd őket vissza. Faszomat, hogy mindegyik befelé nyílik. Direkt van úgy. Persze, mert hülye vagy és nem tudod kultúráltan letenni. Nem, bazd meg, úgy biztonságosabb. A másodikon kit érdekel? Mert nem lehet tudni, mikor támad valaki. De nem fog főmenni a másodikra. Hát... ja. De akkor is profinak kell lenni. Oké, itt van, nyugalom van. Jó van, gyere. Nyugavért Csikánon jövök. Jó, látlak. Figyelj mögém, mert tarkomon levő szememre vak vagyok. Az tiszta. Hát, a célpont körül is minden tiszta. Akkor medve ott döglődik. Addig jó. Hoztál egy baltát, remélem? Persze. Oké. A baszó baltát hoztam. Hát a medvét ki is szeteted, ha gondolod. Csak a hús vagy kell, sem más. Majd szóljál, hogy hol van. Főmegyek toronyba, figyelj. Hello. Tia. Na gyere. Hol a Maci? Itt. Meg fogom a Macit. Baszú baltát hozta ráadásul. Hát hogy a picsában, most mondtam. Úristen, mennyi bőr! Úristen, mennyi hús! Ó, hús kell, csak a bőrt meg a zsír dobd el, gecibe. 15 hús. Az jó. Csontok meg az ilyenek nem kellenek. Na, figyeljé, ne szaladjál! Hát menjünk hátra! Álljál meg! Te fogsz lángszórózni. Te lángszórózol. Meg a lófaszt! Na! Gyere már! Hallgatózzunk egy picit? Itt fújkáld meg. Azért álljál tőle távol. Mondom, várj egy pillanatot, hallgatózzunk, nincsen véletlenben turret? Várja, belátok nem a résen, belátok a résen. Nézd be a résekbe, hát ha látsz valamit. Nem látok be a résen.
Na, hopp. Hát itt megéri ezt a falat megcsinálni. Jó, akkor egyszer itt fújjad ki, itt fújjad le. Az a baj, be fog esteledni. A foundation-t, az a le. Kopogtatok neki. Ne legyél geci. Kop. Na, hogy halad? Oldódik a dolog. Falon át nem lehet hallani a turretet? Én azt hittem, hogy lehet. Nem, most János. Már nem. De miért többet? Egyet fújjál, csak egy foundation-t. Nyomjad. Kifogytál? Kicsit, bocsi. És akkor nem hoztál egy 500-ast? Dehogy nem. Ja, hogy így? Ja, hogy ez is sima erre. Persze, mit gondoltál? Shit. Au. Egyébként meg a beesteledik, legalább lesz tábortűzünk. Szecsi, most szóltam, hogy egy foundation-t, ne kettőt. Ja, pont azért csücskit lövöm. Az meg te mindent lősz, hallod. Itt a sarkát. Bazd meg. Itt a sark. Itt. Ezt, bazd meg. Ezt. Tessék. A végre. Baszki. Egyszer ezt, egyszer azt, nem tudom mit gondoltál. Nagyon sokba kerül ám a lángszóró. Van még. Hát jó van. Te látod valahol? Itt van fölöttünk. Ja. Aj, bocsi srácok, itt fészkelődök, meg minden. Jó, az nem érdekel most. Na, hogy haladunk? 100 alatt vagyunk már. Halad, lőd a falat, bazd meg. Innen nézem, 80 HP. 80 alatt van már. 70 alatt van mindjárt. Jajaja. Baszki, a foundation meg alig ég. Ezen is alakítottak valamit. Szerintem ez volt a srác bázisa. Hogyha lesz benne már 2K-ként megérte. Hát nagyon remélem. Mindjárt megvan. Jó van, nagy, 10 HP-nál már ne fújkáljad. Csak akkor nagyon kell. Jó van, ez már elég ezzel. Ja, ha minden igaz, figyeljünk. Hát, ha meglepünket egy ákra. Jó van már, te állat. Faszomat! Ben vagyok. Mi van faszomat? Várjál, mindjárt beérek én is. Itt egy nagy kemence. Az meg nem bírtam beugrani. De gáz. Az meg nem tudom megnyitni innen. Hallod, világítsa már valamit, nem látok lófasz se. Hát van benne 100 fa. Nincs egy fákjád? Nincs. Itt a bejárat, ember. Na végre, nincsen világítás ezen a rohadt ezén. Király vagy, felkészültél, ez a jó. Nem tudtam, hogy ezé, hogy... Nem tudtad, hogy este lesz? Hát azt nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar beesteledik. Na, szóval ebből a kockába lesz itt a lút. Látod, én is így akartam volna ezét. Kevedzét. Én értem. Szóval, az az ajtó nem vezet sehova ez. Akkor kop. Hagyjál egy kis fát. Gyere ki!
Hova? Bejárathoz. Ahol bejöttünk? Jó, akkor itt vagyok, nem látok semmit, hiába idegeskedsz. Itt van. Az meg mögötted. Itt világítok és nem látsz. Na, most már fogok látni, csinálok egy kibaszott fákját. Jó, addig ne is lássalak. Nem fogsz. Nem, hogy gyere C4-ezni. Meg lesz a fákja, akkor meg. Hello. Legalább látlak most már, normálisan látok, bazd meg ezért a zseblápáttól és na itt. Az az ajtó, az hülyeség lenne robbantani, mert túloldalról látszik, hogy az csak egy külön bejárat. Igen? Ja, ez vezet be a... lényegében a házba. Mhm. Uh-huh. Meg egy kurva farkas. Na, C4. Nincs túl öt. Mi van? Ez bent is nagyot szólt. Az igen, ennyi volt. Ennyi. Ott a kén. Ez a veszély. Jó, szén is jöhet. HQ-t is elvisszük. Jó, mi van itt? Jó, ez nem érdeke, gépfegyvertest, az jöhet. Rugó. Hozom a bört meg a húst. Arról készlet is jöhet. Van némi fa. Mi volt ott még? Gír is. Hú, Jani! Mindig jó. Hazamegyünk, én olyat mutatok neked, hogy leszarad a bokád. Jani! Jani, gyere ide! Nem tudok már elpakolni. Ebbe is van még hús. A vas nem kell, vasat ne hozzá, annyi van, mint a roldás. Inkább a szenet vagy. Magas minőségű fém. Hát jó, abból is annyi van, nálam is van most 46 kiégetve. Na várjál. De nem rossz, legalább valamennyi kém visszajött. Kötelet hozom. Alacsony minőségűt kipakolom ezekből a sapikból. Megvan a hálózsák. Vert szét. Itt a hulla. Hol? Fönt? És ide nem rakott semmilyen lootot? Ez ki volt? Nem tudom, de tök üres. Zuli the Giant. Ez nem az volt. Akkor hol van ennek a bázisa? Ház a legjobb. Ez egy nem magyar volt. Bázis. Ez egy magyar volt. Micsoda? Nézd meg a hálózsákot. Aztán vert szét. Júj. Csóró gyerek. 54 ívesző. Hát... de van 33, igen. Hát bocsi. Te trappolgatsz jobbra-balra? Nem, ez a farkas. Kidobálsz mindent? Persze. De gonosz vagy. Tudom. Fél automat a testből, most viszünk haza 6-ot, Jani, úristen! Az nem kell, van 10. Gépfegyvertestet raktam el. Jó, akkor hozok egy kis fémcsövet. Na, egy fene elrakom a HQ-t. Jó, fémcső, az jöhet mindig. Az olajat is elhozhatod, ha gondolod. Oké, megpróbálom. Á, szenet hagyom a picsába. Az kell! Hát akkor hozzad, ha nagyon akarod. Hozom. Van még egy kevéske. Nem tudom, laptop meg kamera kellene. Abból is jó vagyunk. És ezek mennyi időn belül mennek tönkre? 10 perc. Na, egy fajtót hagyok neki, meg bányás is akkor üresen. Kedves vagy, fajtót nem, hogy beépítenénk neki. Nem, nem bántjuk. Na menjünk. Első rét megvan. Szép. Köszönjük por. Szépen, köszi. Berkiller. Bazzák, van benne lőpor. Jani, most inkább figyeljünk magunk elé. Jó loot. Hát, igen, relatíve. Nem rossz. Jani, futi haza, mert pirkad. És?
Hát nem igazán szeretnék túl feltűnő lenni, hogyha esetleg kispajtás visszajön. Hát ő konkrétan nem, de ennek a csávónak kéne, itt valahol itt lesz a bázisa neki. Igen, ez a bajom, nekem is. Ez is a bajom. Na, hazaérek, aztán ezt kiixelem, ezt a bázist, hogy ez megvolt. Azért itt kurva hideg lesz mostán. Minusz 24 fok. Ja, bassza meg. Majd itt túléljük. Így melámmal. Te trappolsz? Te trappolsz, ki más trappolna? Viktor Csek, melyik szerverre játszunk? Hát azt nem adjuk ki, ne haragudj. Igen, ez most így nem. Jelenleg a szerveren szerintem összesen csak ketten vagyunk, talán hárman. Hárman. Hárman? Hát kiszedtük a magyar srácot, lehet, hogy miattunk jött ide, nem hiszem. Csak nem. Mindegy, hogyha fölkeres, akkor visszaadjuk a cuccokat. Meg a lónak a... Hát tudod mikor, tudod mit szenvedtünk érte? Azért kurva sokba került. Nem sokan, szerintem most csak jó, mondjuk visszajött. Azt aláírom, hogy totálisan visszajött, tehát plusz 300 mihalófasszal üzemanyaggal vagyunk előrébb. Oké, okay, megyek, fölepakolok. Én is. Köszi. Várjál, mert ki akarok menni. Bocsánat, na most tudsz jönni. Hol van már? Alulra raktam be kaját a tűzbe. Oké. Okay. Kellene sütögetni. Jól lement a HP-n, bazd. Nem vagy vele egyedül, 52-ön vagyok. 50-60-on vagyok. Elhoztam véletlenül 10 bányás sisakot, ne kérdezd minek, miért ne? Hülye vagy. Kezembe akadt, jött, kész. Van már 40-46 varrókészletünk. Mennyi kövünk van, te úristen? Ezt pofáztam. Én már kidobálom a követ a farmolót. Szép volt. Bocsi. Megyek még följebb. Na, van már 6 gépfegyvertestünk. 12 személyautó van. Azért mondtam, fölöslegesen hozni a személyautót. 12 van. Ez jó hangzik. Na, akkor kraftoljunk. Csinálja a gépfegyvert. Lőport. Hát vagy lőport, nekem tök. A gépfegyver ott van nálad. Az is igaz, jogos, bocs. Na, 430 lőport rendel. Hallod, elhoztam majdnem egy ezres állati zsír. Fölösleges. Ezért jó. Hát figyú, rédelni jöhettek, ha akartok egyébként, akkor szívesen kiadom. Jó, mi mindenkit. Most megyünk azért egy kört a szigeten. Hát igen, ez kelleni fog. 80 vagyunk. Kén, azt hova tegyem? Mit? Kén. Hát azt rögtön hozd le hozzám. De kiegetetlen, azt hiszem, vagy ki... Ja nem, ez kén érc, igen. Akkor dobd be a nagy kevencébe. Áj, rezeg itt a telefonom. Látod, én lehakítottam, ezzel kezdtem. Nem a hangkült van, csak... Dustingo! Yeah. Vanilla szerver, igen, Viktor. Jöhetsz velünk rédelni, ha gondolod. Mindig jól jön egy kis férőhely. Te majd sütsz magadnak kaját, ha akarsz. Hús még be se raktad a izébe. Kis helyre. Nem, még nem egyelőre a kenet rakom el.
Remélem a izéba. Kemencébe. A kőolajfinomítóba teszem be. Na ne bassz. Azért megnézte. Ilyenkor tényleg föl tudná bosszantani. Dobok még be egy kis ezt-azt. Oké, hadd menjen. Még 350 lőpor. Hát ja, nem sokára wipe ezért kiadunk most mindent a csövön. Ez mi? Ja, ez az, amit mondtam, hogy már annyi kő volt, hogy unatkoztam. Nézd be, a kis ládába beszarsz. Ó, oh, zsír. Hát már ennyire unatkoztam, nem akartam már égetni, annyi fémünk van, hogy szarás. Ez mindig jól jön. És itt miért nincsen lőrés? Mert nincs ablaknyílása, amit látod. Tovább nem tudtam építeni a rohadt kemence miatt. Mert? Ha nem tudom, műsora volt. Nem engedte. Két és fél óra múlva ez egy server vibe. Hát... Ne már! Figyelj, harmadik hónap 25-én volt levipolva. Két hetente van. Akkor vibe. Viszont futás. Akkor most mindenkit megbaszunk. 25-én volt levipolva. 14 nap után wipe-olják le. Tehát ez még aktív. Tessék, itt van a szerver, ha valaki kíváncsi rá. Hát igen, egy-két szerveren, de ez a szerver még él azért egy-két napig. Egy pár napig. Te akkor hozd a bazukát, induljunk. Ja, várjál, kipakolok. Még azért csinálgatok dolgokat, szecsikén. Jó van, hadd égjen. Szeméttelepen megtalálod ezért a húst. Fasz, ahogy elmondtam neked, hogy hol van a helye. Azt a kurva. Hoztam mindent. Na, azt mondja, hogy ezeket kirakom. De egyébként múltkor úgy lett... Egyébként múltkor úgy lett megbeszélve, hogy én ide bepakolok mindent, te meg majd szortírozol, mert te tudod, hogy mit hova akarsz tenni. Igen, Viktor, ezért mondtam, ha gondolod, akkor felugorhatsz. Na, gyere! Akkor jajunk. Már térképe jelölök. Az ki van cseszve. Hát van egy a térkép közepén. Nincs kedved egyébként útközben kraftolni? Nem, mert ha leszednek, akkor nem akarom azt a sok anyagot elbukni. Na menjünk. De ha úgyis mindjárt vibe. Nekünk nem. Ja, hogy az nekünk nem? Ja, jó, pardon, jó. Mondtam, hogy 25-én vibe-oltak, 14 napig él a szerver. Számolt ki, jó? Jó, jó. Majd szólok, ha megvan. Kettes volt a matekból. Na. Akkor a kövű bázist nézzük csak. Hát nem tudom, hogy most menjünk rá egy nagyra. Menjünk. Hát itt a föntire azt meg kéne nézni, nem? Milyen fönti? Ami itt van fönt kövből, azt meg kéne baszni, nem? Az már szerintem nincs ott. Annyira? Ja, szétkapták, felidegesítette az adminokat. Ezt itt meg kéne csinálni. Most nincs rá idő, zúzunk. Nem is kell farmolni. Fajt meg ilyeneket nem is szedünk. Ki kell farmolni a többi játékost. Ennyi. Ez ilyenkor már inkább csak erről szól szerintem is. Figyelj, van nálam még rakéta is. Látod? Már nincs itt a base. Az kemény. Levipolták. Az komoly. Lerobbantották. Na nézem a...
Múltkor kiszedtük arra a nyaralót. Ja, kiszedtük a nyaralót. Kiszedtük Púginak a házát. Most a macska Jancsinak szedtük ki a házát. Szarvas. Nem. Ugye te hoztál valami baltát, vagy ilyesmit? Nem. Jó, mert én se. Fasza. Van nálam ezé. Fakja. Koládákat szét kéne szedni, vagy megnézni, hogy hátra találunk benne egy csákányt legalább. Visszaszaladjak egy csákányért? Hagyd. Ebbe se volt. Mindegy, menjünk, nem kell annyira ütőszerszám, hogyha bemegyünk a házba, ott úgy is lesz már. Az mondjuk jogos. Erre. Biztos? Ja. Errefelé szokott bóklászni egy medve, remélem nem lesz itt aztán meglepetésből tarkombasz. Ó, amiért azért laggoltál nekem. Hát nem, nem mutatott semmit. Ja, gigalag, így megálltál nekem. Jó, most volt egy kis lagom. Srácok, remélem fasz a kép. Bazd meg, és most annyi kő van itt. Amikor kellett volna, akkor sose találtunk. Most annyi van, mint a szar. Hallod? Tudod, hogy mit csináltam? Kimentem baszó csákány a full HP-ről, levertem full HP-ra, az egész térképet bejártam kő után. Ugye jó. Na, ott a nagy bázis. De figyeld nekem, a játékkal valami nagyon nem stimmel. Miért? Hullámzik a talaj. Akkor tényleg baj van. Az ott egy ilyen baszóbázis? Az a baszóbázis. Ez a legnagyobb a térképen, srácok. Indulás befelé. Meg kell figyelnünk, hogy mi a helyzet. Ez a geci lőtt le egyszer, amikor jöttem az Eldroppé. Fasza. Ja. Te ha most kiszednek, és oda a bazuka. Fú. Meg kell nézni, hogy honnan kéne neki indulni. Mondjuk csak nem ő volt fönt. Nem tudom. Arra... Ez olyan nagy cucc. Már bomlik. Igen. Persze. Nézd meg, 83 HP-s alap. Egy armored izé alatt. Hoppa! Figyelj. Rábaszol egy C4-est, akkor ezért az armored is eltűnik, nem? Nem, körbe kell nézni, hol bomlott ki. Oké, fékhajtó. Hol lenne érdemes bemenni? A baszki. Pedig ez aktív volt ez a gyerek. Ott is van egy kis bázis, látod? Hol? Ja? Nem, az nem Póginak a háza? Nem tudom. Nem az, amit a múltkor szétbasztunk? Na. Alulra. Lövök. Ezt a hangot. Jó, mi? Nagyon! Elvileg ott illeszkedik a négy fal, arra lövök. Na várja. Ja, jól lövök, jól lövök. Zsír, zsír. Na még kettőt. Aj, tárazás. Mennyi lőszert hoztál te még ahhoz? Van még kettő. Az kemény. Ez nem ment egy kicsit jobbra? Nem para. Na, utolsó előtti. De! Futi be! Várj. Nincs túrát. Miből gondolod? Hát nincsen, itt nincs. Ezt hát jó, de azért... Hogyha ezt armoreddel megvédte, akkor... Na, menj innen. Bocsi. A loot az itt lesz. Gondolod? Szerintem jó. Akkor küldjed neki. Kop.
fogta. Aha. Bazd meg, turret. Bazd meg. Ne csak céloz. Ne csak céloz. Biztos? Vigyázz, lövök rá egyet. Várjál. Mert rá céloz? Hát céloz folyamatban, nem lő. Hülye, ez tök üres. Üres? Hát, már régen lelőtt volna. Igen. Kiszedte belőle a lőszert. Aha. Fordítva vannak a falak. Hát rosszul vannak lerakva. Ja, de erre rákúrok szerintem akkor egy C4-es, nem? Hát hadd szóljon. Hát akkor menj innen ki. Menj messzire. Geci, itt a turret is nem lő. Ez annyira szar. Ja. Na, ez az. Na, lehet, hogy egy belsőben már lesz egyébként. Na, nincs turret. Nincs, de itt a kemence. Az egy kemence. Totál szétszedve. Baszki, van benne valamennyi kén, az jó. Szén. Már csak volt. Vas nem kell, szarok rá. Annyi van, mint az állat. Ennyi. Nincs láda mögötte, mi? Nincs. Az viszont egy armored. Francba. És ha az ajtófélfát szedett ki? Na, az egy szén így kevés. Mert? Ja, csak annyink van. Ja. Rakéta sincs már. Hol vagy? Itt. Ja. Basszus, az emeleten mi lehet? Oda fő kéne jussak. Hát, köszi. Nem tudlak addig főbusztolni, mi? Nem nagyon. Akkor fussunk haza, csinálját C4-est, mint a szar. Úgyis van most már, annyi kenünk van most otthon, mint a pusztulat. És jövünk vissza, és folyamatosan kraftolod közben a C4-eket. Mit szólsz hozzá? Úgy sincs itt senki. Na, jó, megjelölöm. Na, oké. Közben nézzünk rá a kisházra. Na, mi van, megkukultál? Nézzünk rá a kisházra. Jó. Azt szerintem lángszórós történet lesz, hogyha van rajta ajtó. Nincsen nálam a lángszóró, leraktam mindent, hogyha esetleg lerédelnének. Hát jó van, majd. Ez mondom, ez eskü, ez ugyanaz a ház, amit szétvertünk a múltkor. Nem. Az üres. Hello. Semmi. Nem, ez is csak egy ilyen... Elindítom a lőport. Na menjünk. Mennyi lőport csinálsz? Hát itt elég kevés kém volt, úgyhogy nem sokat. Várjál, adok. Hello, fordulj meg. Na, kiégetve. Ja, hát kiégetve csak ez van. A többit te szedted föl, bocsi. Oké, menjünk. Ha otthon van egy csomó kiégve. Úristen, otthon meg majdnem egy ezres ott van. Sőt, már több, mint egy ezres. Lecraftolva van egy ezres, szerintem már lőpor. És visszafelé hozunk csákányt. Ja. Követ kidobjuk, és csak a kenet tesszük, ja. Hát, figyelj, én már így domtam. Úgyis láttunk egy-két keresőzét követ, nem? Ja. Vagy ez nem erre volt? A másik bázis felé. Ott volt kapásból egymás által három, azt hiszem. Ez jogos. Hopp, na mi van? Valaki ezért magára gyújtotta a lakást? Igen, Berkiler, az a legnagyobb rész. Igen. Hát területre a legnagyobb, de amúgy a miénk a legnagyobb. Ez a bázis a legbaszó. Hopp, egy kis kénérc. Meg a fát is főszedem, mert ez most fogytám van. Ja. Szóval a legnagyobb, legnagyobb bázis baszogatjuk most, de úgy látszik inaktív a srác, nem tudom. Hát az előző streambe, vagy azelőtt, vagy a legelső streambe, hát ő még ő lőtt agyon, ahogy mentem a... mondjad már, az airdropért. Ez biztos? Igen. Ott a ház mellett dobta le, kinnált az MP5-tel, azt agyon lőtt. Ja. Azért most úgy tartsuk nyitva a szemünket, hát ha valaki ott van véletlen a ház körül megint.
Az emeleten tartja a cuccait, és hát nehéz lesz oda valami boostos megoldás, mert az a baj, hogy a building blokkja meg nincs meg. És van egy tippem, hogy hol van a building block. De az armored azt kiszedni alatta ki kéne csapni alatta az alapot. Van ilyen. Visszafelé viszont akkor már nagyon felfegyverkezve kell mennünk. Mármint, hogy úgy minden baszó cuccot elvinni, amivel úgy meg tudjuk csinálni a házat. Hallod, akkor szerver elsők leszünk? Hogy érted? Hát mi nekünk lesz a legbaszóbb az ékjéglink, amit szét se lehet verni, kultúrát ad. Hát, már most ez az. Kukuruzám! Az már le van szárad meg a... Meg egyből vetődők rá kemencére. Ez az! Mennyi? Mindjárt összeszedem. Hát figyelj, egy ezres. Fasza. Ha van nálad kiégetetlen, az dob már be a kemencébe. Jani, most nagyon fogsz rám haragudni. Miért? Nézzél be a szemetesbe. Na jó, nincs ott semmi. Nézzél be a szemetesbe. Alulról a második sor baloldali. Bazd meg. Bocsi. Ez eddig itt volt nálad? Hallod, nem, itt volt hallod, egyen följebb még ott van 300... 800 lőpor. Ezt én dobtam be. Király. Akkor elvileg minden készlet itt van nálam. Várj, ezért azt hozom. A csákányt meg a baltát, azt mindenképpen. Azt mondja, hogy ú, azért még kenet is kell hagyni. Francba. Megyek ki, még berakok, van nálam 50 kén, azt útközben szedtem egy kőből. Egyelőre... Miért állítottad meg a kenet ezért? Csinálok nagy 500-at. Hát bazzeg, mennyi... Nagy kemencét miért nyomtad ki? Mert nincs benne semmi. Mi kirített az egész? Ja. Zsír. Hát azért sokat el voltunk. Csinálja egy rakás C4-est. Hát egy rakást nem tudok. Miért nem? Azért meg kurva drága. Még így is, hogy ne felték, így is kurva drága, bazd meg. Ronda vagy. Meg dagad, nem? Ha nem. Ha de. De így szép az élet, kövérem. Érdekesen van megcsinálva, igen, Berkiller, az honeycomb. Na mi kell nekem, azt mondja, C4-eshez? Jarém, tudja, hogy útközben szedek fát. Szedeges. Muszáj lesz, mert elfogyott a fa. Hol van? Valamivel megégetni kell. Veszek ki fémdarabot is, azért legyen nálam. Na, mennyi lőport craftol még? Van már 1300 lőport nálam. Az jó, csinálja ezért. Robbanót, tök mindegy, bazukát leszarom, csináld. Szerintem most már rakéta vetőzni nem nagyon fogunk. Gondolod? Rámegyek a C4-re. Oké. Okay. Akár még ezért ezt a szecsőt is meg tudnád csinálni, az is jó lenne. Szecső charge. Hát de egy C4 mert akkor... négyszer annyit sebb ez egy C4. Hát és mennyi szer... jó, döntsd el nekem mindegy. Sőt, ami kurva jó lenne, még robbanófejes lőszer. Csákányt is viszek. Egy hármat. Na, megvan a... Csinálok egy kis kaját, jó? Az mindig jó. 28 robbanószer tudok csinálni, és van még 15 készen. Zsír.
Az azt mondja, hogy 43, a két C4-et tudok majd csinálni. Az mindig jó jön. Tehát csak így mondom, hogy ilyen költséges. Ennyi cucc, ennyi kén, meg szén is. Két C4, kösz. Van ilyen? Mennyire vagy szomjas? 186-on van még, azért elmegy. Jó, van, azzal még el vagyunk. Kaja? Csinálok még 240 lőport. Kajába hogy lehet? Eszegetek kraftolás közben, eszegetek is. Hát de itt a meci hús lent. Hát igen. Szegény csináltam meg, hogy jössz föl. Ne legyen az, hogy éjjel halsz. Tessék, hát, itt van kint. Hova tetted? Ja? Köszi. Nincs mit. Mit keresi a? Drop. Van 6 talajkutató. Mi a lófasznak? Tudod, mint filózof. Hmm? Daráljuk le a gecibe. Gondolod? Mi lesz az eredménye? Hát kapunk lőport. Hát az megy a picsába, hát akkor persze, hogy ledaráljuk. A bányászgépek kibaszottul beszoptuk. Ja. Yeah. Na akkor amúgy mire is várunk még? C4 Craft. Hát vedd ki a izékat, a robbanókat, vagy azokat a talajkutatókat. Megvan. Aj, kraftolódj már. Na jó van, menjünk, daráljunk. Várjál, mi van? Menjünk és útközben tudod csinálni. El kell nézni, mi van még, amit tudunk. Hát nagyon más nincs. Gyere addig, amíg jó idő van. Na, start. Utcu. Figyelj. Pöcsögne, hogy visszajöjjön. Ah, nem érne sokat, ketten vagyunk. És ha valamelyikünknél jobban lő? Hallod, annyit lőtt rám, mint az állat, és egyszer se hitelt el. Hopp, volt egy kis lag. Hallod, tök közel van a drop. Elhagyjuk a picsába, jobbak a cuccaink, mint amit az dob. Hát de lehet, van benne C4. Úgyhogy az kell. Te már is indultál felé, mi? Itt vagyok mögötted. Először airdrop, aztán darálunk. A faszt, most menjünk darálni. Mondom, úgyis airdrop. Útba esik. Úgyis útba esik. Hidd, de nincs az olyan közel, mint ahogy látszik. De. Az nagyjából itt a mező végénél fog leesni. Na mindegy, én lekempelem a droppot. Jó, menjél, én addig darálok. Indítottam a két C4-et. Osszad szét a szlotokra a cuccokat, hogy gyorsabban ledarálja, majd tudod. Jogos. Úristen, mennyi lőporunk lesz ebből, te szent havakú. Hát nem olyan sok. Már most van 45. Hát akkor lesz olyan 100. 50. 60. Na, kész van már, ledarált minden? 75. 90. Ennyi? 90 lőpór, azt mondja, hogy 30 fém, azt kidobom. 60 alacsony minőségű, szerintem azt is kidobom. Jó, gyere a drop felé. Csak a lőport hozom el. Oké. Okay. Messzebb van a drop, mint gondoltad. Hallod, ez a hullámzás, ettől megőrülök. Malac! Csak nem lep meg senki. Hát remélem. Hát én meg azt remélem, hogy tényleg jössz és segítesz. Hát jövök. Te futsz ott a cuccok felé? Igen. Jó, akkor ne arra. Itt a hegy oldalnál. Itt célzok rád. Nem látlak még. Jó van.
Itt állok a drop alatt. Jó, föl tudsz ugrálni itt az oldalán. Zsír. Mondtam, hogy nincs olyan messze. Hát azért ez nem a izének a vége. Jó. Baszki, de lassan esik. Nézelődök ezerre. Még jó, hogy a jumpot is be lehet bagoltatni. Ja. Hadd nézzek majd bele először. De nekem aztán? Lesz benne céni, de jó lenne. Van nálam három. És közben még megy a craft? Hát most nem tudok craftolni semmit, mert elfogyott a kén. Várjál, adok még lőport. Mi az, hogy elfogyott a kén? Hát hamar elmegy ám. Hát nincs benne magas minőségű a lőszer, egy bolt action az jó. Kamera, az nem kell. Azt, ez egy jó szar drop volt. Nem baj, legalább van egy izénk. Van egy faca puskánk. Ja, na menjünk a házra. Add ide a lőport. Mennyi kéne egy C4? Rengeteg. Az baj, nálam van minden cucc, bazd meg. Na mindegy, menjünk. Hucu. Nagyon sokat kell mennünk. Igen. Na majd akkor eszem egy kis gombát. Ja, de nyíl egyenesen. Már itt is van ez a kis bézit balra. Hol? Ott. Ja? Na, nem hiszem, hogy ezt megéri. Inkább a nagyot, abba tuti, hogy több a cucc. Az igaz, csak kérdés, hogy fel tudunk-e jutni. Mindegy, menjünk. Ügyesek vagyunk. Menjünk a nagyra. Te tudod, merre kell menni. De szerintem kurvára nem erre voltunk. De kurvára erre kell. Passza, és nem hoztam megint csákányt. Nálam van. Mit szedjek? Nézzem a hordókat? Na, semmit nem. Gyere csak. Gyere, gyere. Kötél. Az meg ilyen kit érdekel. Make inside, ne haragudj, a szervert nem adjuk ki. Attól függ, mit szeretné Mikey. Vanilla, ja. Vanilla, ennyi. Az tény. Na itt lesz az egyik bázis, amit már kinéztem. Itt lesz az egyik bázis. Hol a lófaszba vagy? Bazd meg, hol a faszomba vagy te? Mi a bánati rász meg egyáltalán? Itt vagyok. Na, hát fogtad magad, elfordult, ezt elmentél az ellenkező irányba. Hát pont, hogy nem, te vagy eltévedve. Hát, nem akarok húziskodni, de te mentél. Jó van, hagyjuk. Egyébként az miatt állok meg, mert nekem laggó az. Ja, nyugodtan menj csak előre. Na itt az egyik. Itt például rengeteg kenet találtam a kis izéjába. Várj ezt izé, hadd verjem szét. Csak a kenet szedem ki. Jó van, itt vagyok a kis bázisnál. Nem tűnt. Jó van. Hallod, keneskű, kén nem jön belőle, csak fém. 120 kenet szokott adni. Az a baj, az armor, 45, ez két cím. 45. Itt van egy fordított fal. Nagyon, hogy lenne érdemes? 200 kén jött belőle. Ja, valahogy így szokta. Nem tudom, vigyük be ezt. Hát... Tudj, nem hiszem, hogy ebben nagy lóta van. Anyag, hát itt van egy bányagép. Bár... Kiiszom a vizét. Hát figyelj, egy alap 342. Valahogy be kéne látni a tetejére.
Hol lenne érdemes? Hát, Mike, ezt... Nem tudom ezt azért, mert még átbeszéljük szerintem a következő Rust Live-ig. Hol a lófaszba vagy, Jani? Itt vagyok a bányagépen. Azt nézem, hogy honnan lenne érdemes bemenni. Például ezen a szerveren Mike úgy van, hogy maximum 3-an lehetünk egy klánba, vagy az adminok kibasznak. De egyébként, szóval, ja, így megfelelne, de... Majd még meglátjuk a következő szerver, az hol lesz, hogy mind fogunk játszani. De oda már szerintem fogunk embereket toborozni. Persze, valami kurva nagy GFF klánba megyünk. Ja, valami olyasmi. Bazd meg! Bazd meg! Mi van? 497 kén, itt volt a bányagépbe. Ne! Mondom. De be kell mennünk. Nem érdekel a nagy bázis. Csak honnan? Meg mivel? Bazd meg. Mennyi C4 van nálad? 3. Ez nem sok. Milyen flagma vagyok itt égetek a rédelni való háznál? Ez annyira szar, nem már. De... És belőtted? Persze, még én is tettem bele 200-ként. Az meg. Menjünk itt adni a szarnál. Hát nem. Mondjuk ezt beverni is be tudjuk. Mert rosszul van megcsinálva. Inkább ezért robbansd be gyorsan a gecibe. Hát... Jó van. Azt hiszem kettő kell. Azért bátorság volt így odaállni még. Hát az időzített, ez kiszámított. Remélem kettő beviszi. Be. Király. Oké, nincs turret. Várjál. Itt a loot! Itt a loot! Ez teli van kő. Kajával! Felső az kő. Teli van kajával, szakadj! Annyi bört meg ezért hozott kedvére. Viszek disznóhúst, farkashúst. Úristen, Jani! Jó, felső az kő, az nekünk is van. Na, szét kéne bazz... Nem tudom, ezért a hűtőt. Állj föl! Enyém! Anyád! Mennyikén! Mennyikén! Figyeld! Úristen, milyen cuccok, Jani! Majdnem 4K-kén! Bazd meg, Szecsi! Alud, kaját kidobálom, nem érdekel. Ugye vagy, nem ki a fákja, nem ki a szuri. Szén az jöhet. Van egy kis lőpor is. Nézd meg, mi van ezekben a ládákban, Jani! Anyád! Hallod? És most mondom neked, hogy felszedte 1, 2, 3, 4, 5... Majdnem 5,5K szövetet, majdnem 2,5 ezer, ja nem csak 2200 bőrt. Itt van még szövet. Majdnem 1, 2, 3, 4, 5, 6 szó, az 120, mi a faszom, fémcsövet, fémpengéből majdnem 30, ja nem, bocsánat, majdnem 50-et. Viszek még lőszert. Anyád! Anyád, és még mi van itt? És még van emelet? Fa az mindig, amúgy kellene fát is elrakni. Ezek üresek. Igen? Ja. Yeah. Meg kell nézni, kinek a háza volt ez. New home. Viszek haza egy kis varrókészletet, jó? Az építkezéshez hozzáadta magam. Zsír, viszek haza 20 rugót, jó? 22. Hát, van az is. Körülnézek hát, fönt. Néztem, nincsen semmi, ahogy láttam. Van egy armored rész, de földobhatnál. Hol? Itt. Na várja. Meg van csákány, egyébként találtál valami szerszámot nálam? Ja, persze, annyi fegyver, vagy annyi ezért szerszáma van, mint a szar. Jó, akkor adja a csákányt. Mindjárt jövök, hozok még. Hasza. Gyerekek, mennyi kén? Hát ácraftolok, kész. Hallod? Bacó csákányt adjak?
205 lőpor, az 2000 halány szá... 2050 lőport tudok csinálni. Hallod, mindjárt ki is ürült a izé. Hallod, kéne még szén. Várjál, hallod? Jó, dobjál föl. Gyere. De adjál szerszámot. Mi? Adjál szerszámot. Miért? Ha lentről dobálgatni, egy élményem. Oké, elég. Na, dob föl. Hopp! Állj fel. Felálltam. Na. Na, gyere. Akkor hallod? Figyelj, gyere ide a szélére. Ide a szélére, ide. Hiába mennél föl. Tudom, de a tetőt az könnyű beverni. Miért is ott nem tudsz a párkányon végig sétálni? Megpróbálok, nem akarok leesni ennyi cuccal. Oké, megyek. Majd összeszedlek. Fönt vagyok, bazd meg. Fasza. Várjál, meg kéne nézzem. Van itt fém lőrés? Nincs lőrés, akkor itt mit tárol? Várjál, középső... Lehet, hogy az a lootos szoba, az igazi. Középsőn van az izé? Az ajtó. Igen, pont alattad van. Oké. Akkor ütögessük. Gyere föl te is, azt ütögessd. Várjál, hozok a csákányt. Bazd meg, így nem jó. Mert? Sokat kell ütni nagyon. Sok csákány van. Nem pont erre a válaszra vártál, mi? Nem. Egy érdemes egyáltalán, nem tudom mi lehet, mert egy arcad ajtó van rajta. Baszki, 1500 lőpont lesz craftolva. És még mennyi kém van lent, Szecsi? Lent is még éjjig egy ezres kém, nem? Á, hülye, hallom, hagyd ezt a gecibe. Ja. 10 percig verjük és lemegy 20 HP-jának, nincs értelme. Na, nézzük körül, hogy még mi kéne itt lentről. Minden! Csak nincs elég inventory! Hát azért vettem fel kaját is. Mit ütsz? Te hülye gyereket. Mi a neve? Rubinovic. Aha, megvan, jó van. Szétvertem a fejét, jó? Jó tetted. Ennyi, instant kill. Hallod, megint van nálam több mint egy ezres kén. Akkor csináld a ezét C4-et. Jó, de szén kéne még. Hát és nincsen benne. Nem hagytunk lent szenet? Nem hiszem. Szkő. Szerszám. Ó, van itt még. Jó van. Na, nézzük csak. Robbanó anyag. De még mindig 100 lőport craftolok, bazd meg. Úristen. 1314 van nálam. Faszomat a csákányban, nem kell. Gyerek, hallod, van nálam... Eldobta 300 szövetet. Ja, neked. Egyébként mondtam, hogy ott a szövet, de mindegy. Pardon. Nem gáz? Menj már, hát a srácon itt van a jó kis gír. Nem tudod? Hallod? Nem tudod elrakni? Nézd, mi van itt mellettem, Jani. Na. Nem engedélyezed magad? Én ezt már rég megcsináltam. Ezt is mondtam. Be kéne falazni a gecibe. Úgyse jönnek föl már szerintem. De hogy nem biztos, hogy egy ilyen bázist nem szokás ott hagyni. Figyelj, ami nem kell, az dobáljuk ki. Mint például? Amit nem viszünk el. Ennyi kő nekünk is van otthon, szóval. Szaggat is ám a hang tőle egyből. Hallod? Nem kicsit. Há jó, ezt le kell generálni a szervernek, ezt a sok anyagot. Há, mennyi kő van itt alattam? Jó, víz se kell. Csontse.
Azt a rohadt szaggatám. Varró készletből is jól állunk. Na, azért megérte bejönni ebbe a kis bázisba. Oké, ezt itt nem fogjuk kidobálni, ez kurvára fog kelleni. Mi? Mert van itt egy kurva jó zsákmánykészlet, ehhez viszont én el fogok vinni egy ládát. Zsákmánykészlet? Ezt most hogy érted? Várja, hol is van? Medvecsapda... Gépfegyver testet mondjuk nagy hozhatom. Nagy esélyes segélyláda. Várjál, mert én meg egyet tudja, hogy el fogok hozni. Mit? Az meg 2000 lőpó. Egy láda. És C4 hogy van? Megint jól út, igen, Berkiller, ez most megint kurva. Ez megint kurva, jó? Szétszedjük őket. Á, mindenkit. Várjál, meg kell várjom, hogy még kész legyen a izé előpor. Úristen, melyik ő? Ja, kidobálva. Ez adott is. Mit csinálsz? Szétvertem a állózsákot. Minek égeted itt ezért? A fát. Ja? Kinyomtam, nem az, csak... Jó van. Jó van, mindegy. Kéne alacsony minőségű van valahol? Van, ebben. Hát, jó. De kevés. Ezt a ládát még ne dob ki, mert van benne minden, ami kell. Szén alacsony minőségű. Hallod, nem foglaljuk be inkább ezt a bázist? Minek? Miért ne ilyen helikopteres bázisnak? Hát... Építgethetsz, ha gondolod? Á, nem, csak úgy. Poén. Egyébként itt az ajtó mellett, mintha be lehetne látni. Nem, téves info. Azt kell, hogy mindig craftolom a rohadt lőport. Mennyit? Most van nálam 2334, 44. És mennyi kell a C4-hez? 54. Azt még át kell alakítsam a nagy részét robbanóanyaggá. Jézus úristen, akkor kezdjél neki. Robbanószerré, igen. Elektronikai hulladék van nálam 40, az jó. Szövet kell kurva sok majd még. 200 tuti kell. Hallod? Szövet. Mennyit kérsz? Hát egy 500-as. Hallod? Gyere! Csak egy darab kell. Nem tudom már fővenni, bazdmeg. Na, most egyet dobjál. Jó, elég. Bazdmeg, egy ezres! Hallod, és ilyenből van még nálam 5. Genyó. Na, 2384-ből csinálom. Hallod, robbanószer. Nagyon kígyó! Ja, 47 robbanószer tudok csinálni. Hajrá! Ennyi volt 2300 lőpor, öreg. Akkor gyere föl, és miközben szépen egyesével csinálja, ő dizi, tedd rá. Mire? Hajtóra, a falra, tök mindegy, verjük szét az egészet. Menjünk rá arra, meg kell ahogy nézni. Ahogy a picsában-e? Ezt az Arbored részt megnézném nagyon. Én is, azé. Két C4 az ajtó, vagy három, nem tudom. Kettő szerintem beviszi. Akkor inkább a fal, mi? Hát... Nem tudom. Vagy a teteje. Nézzük meg. Jó. Hát egy C4 van kész, még itt craftolódik a robbanószer, de ezt rádobom akkor. Hajrá. Ha kell, akkor lelövöm bazd meg róla a HP-t. Bevittem. Nem nyert. Hány HP van? 217. Akkor még egy. Hát akkor hajra. Várja. De fura, hogy nincsen ezért splash damage.
egyet elindítottam, amint kész van a 29 robbanószer. De van splash damage. Hallod, semmit nem sebzett meg körülötte, hát nézd meg. Hogyha te ott, ja, hát úgy, de hogyha te két blokkra, két-három blokk, na, két-három blokknyi távolságra állsz, sebez. Ja, hát engem oké, de ezért más nem sebzett, ez volt a baj. Néztem, nincs ott semmi. Azt néztem, ő is észrevette ezt a izét, taktikát, hogy így lehet nyomatni. Mhm. Na, hogy áll az ezért, robbanó? Még 22. Gyanús, aztán lehet, hogy csak egy izé, bait ez. De lehet, hogy itt árulja a fegyvereket, nem? Lehet. Vagy valami izé epic lootot. Vagy még egy izé building block. Mondjuk nem, mert akkor ellenék tiltva és nem vagyok. 217, ja. Ah, ja, már egybe viszi. Ja. Hallod, van nálad még hely? Nincs. De még egy, egy. Mindegy. Bazeg, van nálam még... majdnem egy ezres kén. Király vagy. Durca. Ez mi? Drop. Nem tudom, ja. De annak nem ilyen hangja szokott lenni. Lehet, nagyon távol van. Na, tudod mi lenne egy szar? Most heli. Hm? Ide bedurrantaná a nyakunkba. Nem lennék túl boldog. Hát én se. Robbanószer, nagyszerű. Jó van, most már leállítom. Miért? Jöjjön a C4. Hajrá, hajrá. Utána elindítom meg. Azt a kurva, gyere le, gyere, 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 gyere. Jön a heli. Ne. De, nem hallod? Ó, bazd meg. Elég kíváncsi vagyok, hol. Még lejjebb kéne menni. Jó, itt takarásban vagyunk, faszán. Gyere erre a szintre, ahol én vagyok. Stabilan felénk tart. Jó, akkor stabilan gyere erre a szintre, itt nem lát. Csinálja valami világítást, jó? Oké, oké, rendben látlak. Oké, nem sír. Mi? Maradunk így. Ú, ez többől felénk jön. Jó van, majd elmegy. Nem lát be ránk, úgyhogy jó. Kész a C4 amúgy. Mennyi? Hát egy. Csinálja többet, amennyit tudsz, hajrá, hajrá. Jó van, még csinálom a János, nálad van a lényeg. Robbanószert még csinálom hozzá. Még egyet tudok. Nincs itt olyan fegyvere, amin van lámpa? Nem tudom, de fogjál high quality metát, van kiégetve, nem? És akkor abból craftolj. Aztán kidobtam egy csomó HQ-t, 40-et, 50-et. Akkor gyere segíts, világíts nekem. Mondjuk már diszpannolt, nem? Nem, még van itt. Lássuk, Thompson üres. Várj, ezt ki is akartam próbálni folyamatosan. Mit? Kábel alacsony minőségű. Van nálad egy kevés, nem? Van. Adjam egy picit. Bele kell tenni a táskába, vagy a sapkába. És aztán azt hiszem nyomsz egy F-et, vagy mi. Ez szép volt. Nem világít. Most jó. Látsz? Aha. Na, jó van. Világítás megoldva egy darabig. Az egész még itt verhet valahol a közelbe. János, írtak neked. GFF. Jó van, szerintem. Írtam szerintem neked. Most már elég messze van a heli. Hol írtál nekem, Mikey? Na ez én. Facebookon írtál, Mikey?
Hol van a heli? Nem tudom, de azt nézem én is. Hol írtál, Mikey? Megnézem majd. Itt van a heli, hop, bazd meg. Gyere le, gyere le, gyere le. Gyere le rögtön. Húzódj be a falhoz, vagy valami. Franzban mit tud ennyit cseszekedni? Látom, látom, jó messze van az. Messze? Messze van az. Dehogy van messze. Látod? Dehogy nem, szétveri, látod? Szétveri a dobpártyámat itt. Nézzé már, itt van, nézzed, ott van az ég fölött. Bőven, látod? Nem látom. Most tűnik el a hegyek mögött. Jó, Eltűnt? Elmehetünk. De milyen hangos még mindig, nem? Persze, egy helikopter általában nem egy halk dolog. Há jó, de baszki. Jó, legalább én tudom, hogy merről kell figyelni. Menjen az action? Hadd szóljon. Érdekes, hogy a helit nem látom meg az izét. Az airdrop. A helit egyébként kurva egyszerű észrevenni, villog. Rajta van a jelzés. Na van nálam két C4 egyet rádobok. Vigyázz! Figyelek, ne aggódj! Megyek föl. Futás. Ó, itt van egy... Úha! Úha! Mi van? Na, ó, bazd meg! Ne csináld ezt velem! De mondom! Ne. Nehogy bemenj, nehogy bemenj! Jani! Nehogy bemenj! Ne menj be! Jani, jön a heli! Bazd meg! Gyere le. Azt úgy, lent vagyok már, majdnem a legalsó szinten. Azt úgy kell csinálni, hogy... Hogy csinálsz még két C4-est és az oldalsó falát is kiverni. De egyébként előbb haza kéne menni. Nem éri meg C4-ezni, miért kéne hazamenni? Mert tele van mind a kettőnk inventória, úgy érzem. Hát van, van, igaz, van valami. Na, tehát ezt haza kéne menni, lepakolni és visszajönni gyorsan. Hát faszom. Hát faszom. Kéne a hely. Még volna itt mit elvinni. Jó, ott van a két teli ládi. Jelölök a térképen. Ritka alkalmak egyiket, de tudod, hogy igazam van. Ja, jó messze van a bázis, bazzom. És félő, hogy elkap a heli. Kurva anyját a helinek, nem tudom, meddig lesz itt már. Csak nem ránk pályázik. Craftolni sem nagyon tudok, mert nincs kén. Hallod? Az én világításomtól mennyire látsz jól? Hát... Elmegy. Tiédtől látni azért elég keményem. Basszus, hol van már ez a heli? Nem hiszem el. Messze van. Várjál. Nem merek így elindulni, mert le fog szedni. Hagyjuk itt a fegyvert. Nagy lófaszt. Mondjuk az is igaz. Várjuk meg. Eleve halott ötlet. Várjuk meg a világosat. Ez te volt? Ja, bocsi. Bazd meg, most majdnem a szívbajt hoztad rám. Na, hogyha mind a ketten be tudnánk jutni és lenne nálunk csomó csákány, akkor ki tudnánk belülről ütni ezt a rohadt falat. És nagyon remélem, hogy a csávó, aki bent fekszik, az a mordó gyerek. Mindjárt megnézem. Nehogy bemenj. Itt a heli, itt a heli. Nyomd le a lámpát. Arra nem reagál elvileg. Szétveri a fülemet, bazd meg. Mit tud itt baszni még az anyja? Én azért nem raktam fel a rezgőset, mert rendszeresen megkapjuk a helit a nyakunkba. A kőfalra 2 C4 kell. És nem tudom lecraftolni. Bazd meg, hogy megint itt van.
Hallod, ez itt a ház mellett. Gyerek itt gyorsulgatnak, meg ilyenek. Utcán. Jani, ez itt van a ház fölött. Tudom, hát hallom. Beépíteni? De, megszereztük a building privilege-et. Jó, hát akkor csak bent szétverjük. Ja, de nem, mert az háromszögelve van, és akkor oda nem tudunk berakni. De? De várjál. Tegyünk már le neki oda medvecsapdát. Nem, medvecsapdázunk. Mi, lerakod, belelépsz, jól is jártál. Kell három kötél, meg 300 fa. Volt neki egy rakás medvecsapdája. De hagyjál a medvecsapdával, légy szíves. Kötél. Oké, van. Van fa is, jó van. Mi kell még? Ez az. Na, ki tudunk onnan létrázni majd, hallod? Mit csináltál? Kijövünk létrán. Kajak? Kajak. Jó is, hogy mondta a Berkiller, baznak, hogy tudunk építeni. Köszönjük az ötletet! Na, Harry úgyis elment. Mi ment el? Ja? A Harry. Jó, várjál, még gondolkozok, mi kellene oda. Kéne balta. Szétlőhetem a gyereknek a fejét addig? Ja. Mi van, nem megy? Dehogy nem, három fejlövés kellett neki, rajta van a radóval. Na, fasza. Jövök. Bazzeg, itt van a heli, itt van még mindig a heli. Igen, de jóval messzebb ment, mint eddig. Merre van? Ott a hegy mögött. Az anya picsáját. Mindegy. Na, na, várjál, megyek. Én hallgatózok. Hú, bazd meg. Na jó, bemegyek. Never forget, bazd meg, elektronikai hulladék. Van kiégetetlen kén. Képfegyvertest. Anyád, mennyi elektronikai hulladék! Van egy AK. Itt vannak gírek. A bazuka. Opp, azt hozhatod is. Kidobom ezt az egyből, beteszem ezt. Mondjad. Semmi. Mennyi elektronikai hulladék? Menj már. Nem kevés. Hallod, itt van kettő bánya, három bányagép van a gyereknek. Meg hozzá a cuccok, azt én hozom. Talajkutató, szedd ki, mert szét fogom verni az egyik ilyen izét. Egy bányagépet elhozok. Vegyél ki mindent, légy szíves. Hát, jó, megpróbálom. Kell fenn penge? Dehogy kell, van otthon is. Az meg ez nem is szedi. Mi a faszom van? Rúgó vagy fogaskerékje? Á, ki tudok bugolni. Nem. Hallod? Nem tudok kibugolni. Hopp, hopp. Itt beadta. Jani. Mi van? Engedj, engedj ki! Rúgó vagy fogaskerékkel? Hova lettél? Itt vagyok lent. Na jó van, akkor menjünk most egyszer haza. Jani! Az igen, szép loot, köszi Berkiller. Köszönjük szépen. Húzzunk haza, még egyszer nem mondom el, Szecsi. Nem kellenek? Mert akkor még tudok hozni egy-két dolgot. Bányagépet rakd, de a talajkutatót is ennyi. Jó. Menjünk haza, azt pakoljunk le. Utcu. Na. Veled nehéz szót érteni néha. Hát nem, bazd meg, süket vagy. Én hallom. Kérdeztem valamit és basztál válaszolni. Nem, én mondom. Mindig válaszolok. Nyomd a gombot is, nem közben. Nem tudom, nyomom is. Nem tudom, hogy neked kihagy-e vagy valami. Ezek a kurva heli lesz megint a gáz. Szarni bele, majd bujkálunk egyet. Csodálatos.
Ezt jó kéne pakolni, bazzik lehet még kell csinálni lootos ládát. Ja, egyébként hoztam puskatestet. Mindjárt megölöm magam egy kapusszal. Na így megyünk egyenesen haza. Na, ott hagyjuk a létrát. Várj, nem jó, megint elhagytalak. Bocs, helit figyeltem. Látom is a helit. Már kurvára hallom. Gyere egyenesen. Jó, azt hiszem tudom hol vagyunk. Én meg kurvára láttam a helit. Erre ez, gyere. Ez ugye te voltál. Erre gyere, igen. Lőjél még egyet? Jó, most a heli rám is aggrózik. Már csak nem. Nagyon. Látod a nagy fákat? A rombtetőn? Hát, így futok. Megyek haza, majd hazakeveredsz, Szecsi, most már nem iszlek el. Reméljük, nem próbálják. Megvan a világító torony, jó, innentől hazatalálok. Nem, nem próbálják ki, nagyon nem lesz izé. Nincs nagyon most aktivitás a szerveren, volt egy gyerek, azt szétcsesztük. Illetve amikor én farmoltam, akkor fönn voltunk. Úristen, ma megint mit hozunk-e, Jani? Ja, és még hozunk is. De a létrát ott hagyjuk, attól nem kell félni, hogy más kipakolja, most jelen pillanatban nincsen más a szerveren. Ezt magyaráztam az előbb. Ha meg van, hát Istenem, nálunk meg vannak jó fegyverek. Ezt már elmagyaráztam. Úristen, Jani, ma megint mit hozunk, ja. Hol vagy? Mindjárt ott van, már bányász elő, bányász elős. Jó, te hallod még a helikoptert? Ha nem. Jó, mert én se. Nem tudom, van még talán üres ládánk, nem? Hoztam. Üres ládát? Mhm. Na jó, akkor. Én mondtam, hogy hozok egyet. Szokás szerint leszóltál. Nem, te izét hoztál, azt a medkitet, bazd meg. Uh-huh. Na, és abban nem tudunk pakolni. Nem. Nem. Az gyógyít. Ezért mondtam, hogy fölöslegesen hozom. Azért szóltalak le. Talán el kéne olvasni. Mert hogy otthon is medkites ládát láttam kint. Hát az a skin. Nem. Jó van, Szecsi, még sokat kell tanulni a játékra. Jó van, na. Faszamat, itt a kő a ház mellett. Megint betettem égni, vagy 200 kenet, vagy 300-at. Te úristen! Mi van ma megint? Ezek dug, most már kajával is jól állunk. Ja, mi kellene, mi kellene? Én megyek kipakolni. Égve hagytad a tüzet, te. Nem baj, az a szén mindig jöhet. Így van, Berkiller, nincs gond. Valami itt fönt a bal alsót, azt nézd meg. 9 gépfegyvertestünk van, bazd meg. 2 AK. Hallod, itt lent majd ezért nézd meg a bal alsót. Egyen lejjebb. Jó, bakker. Egy-két cuccot rossz helyre tettem, elnézést. Mindjárt javítom. Asztrolat. Mi ez? Hát van cucc, baszki. Én mondtam, hogy főpakoltam. Puskatestet hova tegyem? Hát feltűnő szerintem, hogy merre vannak a fegyvertestek. Á, megvan. Na várjál, figyeld a fegyverest. Az úgy jó. 256 lőszer. Figyeld, ezért keressünk bányagép, ez helyet.
Nem, most pakolunk. Figyelj, addig itthon is hagyom a C4 gyártásához szükséges dolgokat. A C4-et. Miért? Hát meg kell a hely a pakoláshoz. Ez jogos. Hű, gyerek. Na menjünk. Hát ez nem jött be. Juhú! Loot, 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 loot! Nem is kevés, de nem is kicsi. Kivettem vagy 3000 kenet meg ott, volt 4000 kén nálam. Az úgy jó. Abba kijött 3 C4. Szóval így képzeld el, hogy ennyi kén kell arról a C4-hez. Jó, semmi probléma. Most van annyi, mint a szar. A rakétához kicsit kevesebb, de 150 lőpor kell, meg 10 robbanószerv egy rakétához. Te hagytad nyitva az vagy? Ja, jó. Én. Mindjárt poénból lövök rád. Na, azt mondja... Menjünk. Na, merre? Erre. De fognak minket utálni ezen a szerveren. Fú, te. És tudod mi a legjobb? Senki nem tudja. Bár, de mindenkinek ki van őrbe, hogy én az anyád. Itt van! Bazd meg. Hol voltál mögülem? Tocsit. Na, Szecsi így védi a hátamat, srácok. Hát jó, bazd meg, én csak annyit láttam, hogy eltűntél a kő mögött, azt lősz. Fasza. 86. Szétverjem. Add a ficsába, van húsunk, minden. Ajajaj. Egyszer heten vagyunk, egyszer négyen, most nem tudom, a Twitch hülyéskedik, vagy mi van. Várj. Arra. A rohadt farkas majdnem megevett. Ez azért úgy kemény. Azon bebukolt a kőbe és akkor egyszer csak így előkerül. Várj, eszek egy kis gombát. Állj meg. Miért, mennyi kaján vagy? Jó vagyok kajával, csak tolja fel a HP-t, tudod. Ja. Erre is volt ez a bázis, ott, nem? Hát bazd meg, azt mondtad, bejelölted a térképen. Bejelöltem. Az a baj, már annyi jelölés van rajta, mondom, látnál a térképemet, az meg már azt sem tudom, hogy sehova kell menni. Remélem itt vagy mögöttem. Igen, igen. Ott a bázis megvan. Zsír. Várja itt kaja. Nincs is olyan messze. Kell a HP. Nekem csak szimplán lassan majd egy kerüliske kaja kell. Még van bőven, nem kell aggódni, csak... Csak ha kipakoltunk és hazaértünk, akkor majd enni fogok. Oké. Remélem azért 200 fölött van. 220. Jó, ha meg vagyunk. Tehát egy kis gombával jól lagnék. Bár ha nem sprintelünk non-stop, akkor... Jajajaj, a sprinteléssel jobban fogy. Mondjuk itt ász körül szokott lenni gomba. Meg itt talán még tudsz is sütni. Ott a gomba. Itt a vízgyűjtőben meg van víz, ha kell. Tudom. A gombát nem lehet megsütni? Nem. Hát mi kellhet nekünk innen? Minden. Raktam el 20 jelzőtáblát, meg 40 műzét.
Kapok még egy rugót. Kisköcsöktől körbenézzek, kizedek, amit még tudok. Jó, fát hozok. Sokat. Jó. Mennyit? Hát egy 6K-t, 8-at. Az normális, hogy eltűnt a holtteste? Persze, diszpannol. Ja, jó. Ha megölik, akkor diszpannol. Már ott vagy fönn, bazd meg. Hello. Hozok egy kis gírt, jó? Jó van. Majd ha följötti, akkor én lemegyek. Addig figyelek. Oké. Azt hiszem csak egy ember van fel rajtam kívül. Aló faszt. Egyet ír nekem ez a szar. Ó, mennyi elektronikai hulladék. Hát, magas minőségű filmet hozzak? Azt elrakom. Jó, rag magad teli. Bazukát hozom. Szenet hozom, pisztoly. Várjál, van fegyverelem lámpa. Az egyet beleépítem. Taposóaknát elrakom, mert azt jól ledarálni. Kell elem lámpa? Már neked most abban a fegyverbe? Vagy abban van? Jó van, na. Jó, külső fafal, nem igazán hiszem, hogy kéne... XXL-es képkeret. Tudunk rá rajzolni. Mindjárt megcsinálom, várja. Mit? Rajzolok. Ne, nem kell. Max a falára kirakni valamit, hogy thank you. Nagyjából. Hát, ezt elhozom. Ezt is. Még 20 csövet. Hát ne haragudjál meg. Itt van még egy elemlámpa. Én kérdeztem. Ja nem, hanem kiveszem még a két berettát. Nézd, Jani, Jani, nézd. Kell. Hol van otthon? A taposról, hát azt le kéne majd darálni, bazd meg. Hozzam? Itt van nálam. Ja jó. Hát akkor itt ez megvan minden relatíve. Megvan minden, ami kell. Esetleg, ha... Ja, már nincsen helyed, mi? Dehogy nincs. Majdnem a fél inventory üres. Hát akkor a fákat ragd már le. Melyikben vannak? Itt. Megvan? Szécskai úr. Oké, el van rakva. Bocsi, bocsi, igen, eltettem. És én nem válaszolok, ugye? Hát jó, van varrókészlet, jelzőtábla van. Hoztam fogaskereket, rugót. 20 fogaskereket én is letettem az előbb. Jelzőtábla? Még nem. Nem, hogyha esetleg kifogynánk. Na, van, figyelj, nálam 40, meg otthon is van 20. De fémlemez? Az mondjuk nem lenne egy hátrány. Ez fölösleges szerintem, de hozhatod. Ponyva? Ponyva nem kell. Azt akkor lenne non-stop piánk. Ott van mellettünk az iható még patak. Mindig igaz, jogos, jogos. Na ennyi. Várjál. Hozok baszócsákányt. Baszóbátát, bocsánat. Jó van. Szecsi. Gyere. Mi van? Gyere. Jövök, hol vagy? Látlak, jövök. Várjál. Jövök utánad. Oké. Hazafele menet majd kell nézni gombát. Vagy legalább egy kibaszott kaktuszt. Fém, izé, faszomért. Föl tudtad venni? Oké. Kenet, persze. Na, hol vagy, Szecsi, ne hagyja. Egy irányba jövök, non-stop. Akkor rossz irányba. Meg vagy, jövök, jövök, várjál meg, álljál meg. Dúr egy hedi. Várjál, melyik kaktuszból lehet kiszedni húst? A nagyokból, meg a nagyon picikből. Ebből itt tudsz. Muti meg. Ebből? Ja.
És kaktuszt így nyersen, lehet enni? Persze. Tényleg nem ad sokat, de életet mentett. Na gyere. Inkább vizet ad, mint kaját, de itt egy kajás. Van benne csoki, meg konzerv. Megvagy? Királyság, mehetünk? Most már csúcsába futás haza. Puti. Hát megvan a lót nagyja. Gyerekek, megvan minden. Fúj, de fognak minket utálni ezen. Á. Föllépnek is látják, hogy... Két Tommy Boy kinyírt. Tommy Boy, Hannibal. Hannibal, az úgy, is. Úgy vagyok fönt. Jogos. De ezt a jezét, ugye gyereket én öltem meg. A másikat is. Most szétverted a hálózsákját. Ja. Volt-e olyan kedves? Jöhet vissza egy tök üres házba. Tök jó, mennyi ideje lehetett ebbe? Hát figyelj, ez egy olyan 15 órás, 20 órás bázis. Ez? Mhm. Ez kemény. Na már látom. Várjál, leszakadtam. Jöhet, mehetünk. Ne szórakozz! Nem teszek. Ilyet én nem teszek. Mondom, hogy nem. Ne szórakozzál! Kapd be a faszomat. Megint beszóltál. Meg. Csob. Ah, szomjas vagyok. Szarügy. Ó, lehet, hogy kéne letennünk egy vízgyűjtőt, nem? Most ittam ki a félpontot. Utállak. Azzal nem daráltuk le a izét, mindegy. Jó van, előbb lepakolunk, aztán megyünk darálni. Yes, kény. 300 kény. Csinálják alacsony minőségű üzemanyagot? Teli vagyunk. Illetve jogos. Van azért. Gyere. Gyálá. Gyálá, bá. Gyálá fel. Jó van, Berkiller, jó van. Üdvözlünk újra itt. Vazd meg. Mi van? Hát hallod, én bedobom a szoknyát ide lentre. Mert? Gyerek, hát hallod, a személydomb az teli van. Hát, igen. Ez nem kell. Elektronikai hulladékot hova tegyem? A legfelső loot szobába. Oké. Okay. Most teszek be 63-at. Ne csukd be. Ennyi. Nem terveztem, föl akartam menni. Ebben, ahol vannak a laptopok. Nekem fingom nincs, hova raktam. Ja nem, a bal alsóba tettem. Ezt figyeled, hogy van egy sor hákunk. Hát, van ilyen. Várjál, nézzem, tudok-e craftolni. Nézd meg, hogy mennyi elektronikai hulladékunk van, Jani. Látom. Jézusom! Lőpor, igen. Fegyvertestet nem hoztam, de hoztam berettát. Oké. Okay. Fémcső. Elhoztam véletlen két radruhát. Nem kell, van. Tudom, van egy sornyi, de akkor most, hát istenem. Majd bedaráljuk. Milyen szarokat, minek találunk itt? Na. Kipakolom a fát, mert már rohadt sok helyet foglal. Igen. Jó, van egy fél láda fánk. Bazd meg, mennyi varró készlet, menj már. Mennyi fémcső. Mondd azt, hogy nem nézek ki, baszon. Ezt én kraftoltam, ezt a nehéz páncélt. De jó. A faszt, ezt most loptam. A lófaszt. Most loptam. Tényleg. Ott van még bent egy másik. Jó van, jó van. Ah, van egy üres láda, most már nem üres.
De itt van még egy lent jobbra. Na meg abban sincs sok minden, jól van. És le kéne darálni a taposoknál, te elmész le darálod? Tedd le a bazúkát, meg az ilyeneket, nincs belőle lőszer. Megyek. Izé, nyerskén nem volt nálad? De 50, de hát az... Azt jó, hagyjuk. Mindjárt adom. Ne, hagyjuk. Tedd le valahova a cső. Na, ebből kifogyott a fa. Azt mondja, hogy lőpor. Na. De a kénre is kell figyeljen. Francba. Lehet. Fém darab kell. Igen, igen, fém darab. Na, veressük csak, veressük csak. Kalapásom, de az jó, az én voltam. Hallod, ledarálom ezt a két radruhát is, jó? Ugye nem az az össz. Nem, van még egy terisor. Oké, várjál, adok cuccot, amit darálni kell. Várjál, mert van nálam pár cucc, ezeket légy szíves tedd el, mert te tudod, hogy mit hova akarsz. Kidobálom, jó? Na. Nyomjad! Nyomjad, kérlek! Baszki, te mit hoztál el? Kémérc... A baltákat hagyjál már, teli vagyok. Jó van, ezt akkor leviszem a szemeteshez. Jó, de odaadom a izét is, várjál. Ja, jó. Nem már darálni. Ezt akkor ezért oda viszem. Azt mondja, hova? Hát ide. Te tudod, hogy mit, hogy akarsz eltenni. Pont. Jó. És akkor nincsen belőle hiszti, hogy hova raktam már megint. Hiszti. Na, kell még valami? Bazzeg, rendet tudni kell tartani. Kell még valami, amit le kell darálni? Hát egy bányagépet elvihetsz. Kettőt. Kidobod? Két bányagépet daráljak be. Jó, van még egy. Jó van. Hát meg talán, figyelj, 10 talajkutató elég lesz, nem? Mhm. Akkor a hetet ezt még daráld le. Még valami? Más nincsen. Más nem kell, ja. Jó van, majd jövök. Oké. Azért figyelj. Viszek fegyvert. Nézzük csak, van-e itt valami? Van itt minden. Na igen. Jó, ez itt maradhat. Szecsi. Ez is. Na, no, miket találtál? Balta meg ilyen izé. A bányás sisakod. Az mindenképpen marad. Kelleni fog nekem. Az marad, az a tiéd. Bár nem. Nem, bányás sisak se kell. Mindegy, azért elraktam neked a szemétdombra. Jó van, köszi. Bazzeg. Ebben a szerkóban tényleg csak lassan lehet sprintelni. Jajajaj. Kit érdekes, hogy totál megéri. Elektronikai hulladék. És van egy kurva nagy előnye a Janikám. Mivel nem tudsz kibaszottul sprintelni, nem fogy olyan kurvára a kajád. Ja. C4-et akarok! Robbanószer, nincs meg a robbanószer. Hol a robbanószer, hol a robbanószer, robbanószer. Megvan. C4. Na, azt mondja, hogy... rengeteg kén kell még mindig. Azt a nagy bázisba valahogy föl kell jussunk. Hova? Tudod, amit elkezdtünk. Amit néztünk az elején? Amit elkezdtünk, de nem fejeztünk. Ember.
Ezt még, azt hamar meg kéne csinálni. Ott mikén lehet, meg fegyver. Úristen, mik lehetnek még ott, az igaz? És az emeleten van a loot, az fix. Na jó van, nincs fa, bazd meg. Az olajfinomított tárolónak fogom most használni, nem érdekel. Micsoda? Semmi. Bocsi, búg a daráló, azért nem hallottalak. Most már jobban hallak. Mondtam, hogy az olajfinomítóbb tárolót csináltam. Ja? Jó. Bebasztam oda mindent. Hát figyú, van megint 2C4. 100 lőpor. Király. Egy taposó akna, 50 lőpor. Az nem rossz. Van bent egy üres láda. Hol pakoltam? Ide? Nem, ebbe. Jó, ez... A bányagépet ez... egy pillanat alatt ledarálja. Persze. Annyi fém jön belőle, mint a szar. Ja, de sima fém, mi? Na, ezt a buzi vágott, buzi magok. Na. Zsír. Esteledik megint? Lehet. Ja, lassan. Hát még azért van idő. Jani, tippelj, mennyi lőpor van nálam. Hát... 500. Kb. Majdnem. 510. Már több. Mi? Még miből jön lőpor? Ja, még talajkutató, meg ilyenek. Még talajkutató, meg a taposóakna, meg a ezé, meg olyan, itt van minden. Figyú, hogyha visszaértél, dobjál le mindent a kemencébe, aztán dzsajunk a nagyházhoz. Oké. Okay. Van még 2C4. Az a baj, ott a buildinget nem nagyon fogjuk megszerezni. Mert? Mert izé van. Szerintem be van rakva armoredre. Már hogyha alul kicsapjuk, várjál, úgy készülök, hogy tudunk majd építeni. Na, jövök haza. Nyitva van a kapu, nyitva jöttem. Tele az inventory. Két káfából már csak el tudjuk dönteni az építkezést. Hallod? Hozok majdnem 10 káfát még. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja nem, bocsánat, csak 9. Jó, tudod, hogy hol a helye? Igen, tudom. Na, kim vagyok. Kapu előtt. Jó lenne, hogy gyorsan le tudsz szólnál valahogy. Sietek. Nyugi, ez én vagyok. Bemegyek, én is kajázok egyet. Te tettél le ide egy taposóaknát? Nem. Bazd meg! Itt egy kibaszott taposóakna. Hol? Itt. Ez a kis köcsög volt szerintem. Jó, menj innen, hatástalanítom. Drálősz egyet, mi? Mint a szar. Jó hangja van, mi? Kemény. Hát lecseréljet egy cuccodat lemezre, vagy valami, mert ez így nagyon lassú. Le fog szakadni. Igen, tudom, azt akartam mondani, hogy ez így kurva lassú. Milyen jó. Visszarakom az ezékat. Jó hangja van a rettának, bazd. Jó lett. Jó meg van csinálva. Van itt 2 sült medvehús, hogyha kell lent. Egy kell.
Jó, inkább hozd el magaddal. Na srácok, megyünk, kiszedjük a lootot a nagyházból, ha minden igaz. Ami oda van írva, hogy ide. Azaz, vagy az a nyilas, nem tudom. Mindegy, oda megyünk az idéhez először, ezt meglátjuk. Hogy állsz, Hecsikém? Mindjárt meg vagyok. Még egy picit pakolok. De sietek, két pillanat. Oké. Bocs, tényleg 10K-t hoztam haza. Ötten vagyunk a streambe. Zsír. De jól néz ki a Beretta. Gyerünk, pörögjünk, gyere. Verje. Tele van ezé a... Mi a faszom? Fémes láda. Tudom. Többi fémet hova tegyem? Mert van még nálam 2K fém. Tedd valahova, leszarom. Dob ki, nem kell. Így is kurva, sok van. Menjünk. Lőport? Hova? Hát bazd meg. Bazd meg a lőport. Szalóval lentre a szemétdobhoz. Oké. Okay. Legközelebb, ha csinálok bázist, csinálunk, ki fogom neked táblázni, halljak meg. Jó ötlet. Na, jó ötlet, gyere. Az lenne jó ötlet, megyek, hogy megyek. Gyere, jó ötleteljünk. Jó van, na. Táncolj! Hopp, bocsi. Hello. Bocsi. Hát mindjárt fejbelülök, bazd meg. Menjünk. Eltaláltalak? El. Menjünk a nagybázishoz. Ja. Megyünk. Hallod, a tököm tele van, most már megcsinálom. Tudtam, hogy megunod. Visszajöttünk, megcsináljuk fának. Na végre. Jó van az úgy, menjünk. Jövök mögötted. Itt is a jó kis keneskő. Na azt mondja, hogy... Így megyünk, egyenesen oda megyünk. Oké. Okay. Ha minden igaz. Öten vagyunk, sziasztok srácok! Sziasztok! Közben te neked mennyi robbanószer van? Mennyi robbanószered van? Semmi, most nem hoztam el semmit. Csak a két C4-et. Ja, összevisz a kettő C4-est? Hát baszki, rengeteg kint kell hozzá, rengeteg. Na jó, reméljük, hogy akkor a következő szobában lesz. Szén is alig van, gyerek. Futi! Mondjuk jó lett volna, az egyik srác legalább online lett volna, egy kicsikét lövöldöztünk volna. Hol van a baszóbázis? Erre volt valahol. Úgy rémlik. Ha? Srácok? Jól rémlik nekünk? Ott van, amit előbb szedtünk ki, akkor jobbra lesz tőle a másik. Gondolod? Ja. Már ott van. Mondom én. Tudtam, csak kíváncsi voltam, hogy te is tudod-e. Persze. Ott is. Támadni akar! Rohadnál meg. Meg akar támadni. Persze semmi egyéb vágya nem volt. Na hát itt van. Hát jó van az úgy. Na már cső nem kell, bazd meg, már annyi van. Már nem kellenek az ilyen lootok, csak az a kibaszott kén.
Ja, rohadt kén kell. Hallod? Ez eddig is így nézett itt ki? Igen. Várjál. Akkor... Nincsen building privilege. Bazd meg. Nincsen... Ne basz. Nincs building block. Lehet, hogy amikor ezért csináltad, vagy amikor kirobbantottad az egyik falat, fölrobbantottad a szekrényt? Nem. Na, ez az. Itt fogunk főmenni. Miért pont itt? Mert ide... itt engedte. Ja? Jó. Hát ide miért nem? Miért nem engedi? Gondolod, hogy ez volt a baj? Hát azért törött szét, mert nem volt elég stabilitás. Ja. Menj onnan. Bocsi. Miért nem adja be? Franc egye meg. Jó van az úgy. Zsír. Fent vagyok. Az kemény. Mi van? Faszán néz ki a pecó. Bazd meg. Mi van? Kéne kötél. Uha. Nem merek beugrani. Bazd meg, bejövök. Francba beestem. Király vagy. Nincs semmi. Ha jó, te is király vagy, bejöttél, jó. Hülye, ott a létra. Jó van. De csak nem tudtam, hogy itt ki lehet még menni. Na, itt középen van ez a vasmag. Hol van itt a lejárója az embernek? Ez nem is kérdés, járt, jó. Nem is járt ide föl. Itt a ezé lépcső. Itt a lépcsőház. Hol? Itt nálam. Ahon van Eni. Igen, tuti. Hát tudsz jobbat? Mit csinálsz? Tudni kéne, merre menjünk. Hát első nekifutásra le. Bazd meg. Jó, legalább ott meg vagy. Ja, itt van a kis szaros turettje. Kemencébe nem lehet beleesni? Nem. Hát nagyon filózok, hogy hol kéne. Hát ezt te tudod. Hol kéne bemenni? Jó, ezt tudjuk, hogy ez itt a kemence. És az a... az armored? Maga már ne csipogja. Az az armored... az valahova ide vezet. A rohadt honeycomb. Hát van bent egy armored ajtó. De megnézzük először erre mi van. Gondolom okkal védi. Megnézzünk egy sima vaslemez ajtót. Hova tetted? De szerintem tutő fölül lesz alult. Oké. Na, izó. Üres, leather hatch. Pocsékbu ment ez itt, C4? Hát nem tudom.
Várjál. Az jó ötlet. Bazd meg, az a turret működik, nehogy fő, gyere. Megpróbálok kilootolni. Bazd meg. Nézzem, turret, júj, futás. Nem jött be. Baszki. Oké, semmi baj, ki lehet fogyasztani a töltényt. Ja, de ne lövöldöztek ott nekem. Miért? Mert szétlövi a testemet a teleportlatba, az meg megöllek. Nem a testedet lövi. Most szórakozol a turette? Aha, szétlövi a falat mellettem. Fasza. Nincs kész kajánk, ne szórakozz. Fasza. Ajaj. Na, eltalált, mi? Ja. Vigyázz, légy szíves, várj meg. Jó. Keresek addig egy kis kaját. Cucca van, nem tudtad kiszedni, mi? Nem, á, még attól messze vagyunk. Na jó. Egyetlen egy HP-n maradt. Ügyes vagy, mert te szórakozol. Jó van, nem dött össze a világ, túléltük mindketten. Vagyis én túléltem. Az meg, de az alsó turret... Keresek egy kis kaktuszhúst. Az alsó turret nem működik. És a felső ki tudja szedni alulról a turretet, nem? Vagy nem tudtok beépíteni elé? De be tudunk építeni, és jó lenne megszerezni azért a cuccomat. Az meg ott a térképem is minden. Itt vagy már a környéken? Most jöttem ki a házból, szegy... Futok mesztelembe, egy kővel, meg egy fákjával. Van itt valami animal. Hallott? Mhm. Trappolást hallok. Hát remélem arra futok. Figyelj, Szecsi, valahogy szerezzél fát, vagy valami. Oké, van nálam. Oké, akkor csinálj egy papírt, hogyha nem tudod kiszedni a testemből. Igen. Építési terv is, építs be a izé elé. Oké. Mondjuk nem ártana egy kalapát se hozzá. Mindjárt csinálom. Addig nem mozogjál, amíg nincsen minden lecraftolva, légy szíves. Nyugi, nem mozgolódok. Megvárlak. Fingom nincs, hogy merre futok egyébként, remélem jó helyre. Lehet, hogy már 10-25-ször bejártam ezt a rohadt pályát, de nem memorizálok nagyon. Oké, én szépen visszatöltögettem a HP-mat. 62 vagyok. Bakker, a felső turret, bazd meg. Gondolta bánat, ugye? Hát most már mióta nem lehet hallani azóta. Hát, igen. Na, oké, mindjárt itt vagyok a bázisnál. Oké. Na, itt vagyok. Nem éred el a testemet? Dehogy nem. Várj. Meg is van. Oké. Okay. Nyugi, jöhetsz nyugodtan. Nem lő a turret? Nem. Azért fejlesz be. Azaz. Tessék. Oké, okay, most mondjam a rossz hírt. És akkor mi van, hogyha arra van a továbbút? Mi? Mi van, ha arra van a továbbút? Vagy arra nincs ajtó? Hát bakker, fogyasztottad a turretet, nem? Akkor csak láttad, hogy van-e ott ajtó. Dehogy is, hát a falat lövettem vele, hát nézd ma meg mennyi élete van a falnak, 36 az 500-ból. Na akkor vigyázz, menj le.
Huccsó C4. Ez ciki. Ja. Yeah. Még egy turret. Ott lesz a loot. Ott lesz a loot, ma nagyon véd. Nagyon kaptam, bazd meg, jó helyre tette a srác. Remélem nem haltál le. Nem. De kifogyasztom. Basszus. Kinek haja? Ja, ápicsába. Hallom, jó kifogyasztottad. Jó van, na az előbb összejött. Le is haltál, mi? Ja. Ja. Ilyenkor már nem lehet összeszedni, mi? Nem, már meghaltál. Elég hülye halt meg. Picsába. Franc basz, az jó teli baszta turretekkel. Van ott valami kaja kéne. Hozzak? Hát ha tudsz. Mert akkor itt van, akkor sütögetek egy kicsit és akkor kész. Sütöljél. Berakom a nagy kemencébe azt az ékra, hogy tekkelem a húst. Az a baj, arra nem tudunk tovább menni, mert elfogyott a C4-ünk. A rakéta. Szedd össze cuccomat, az gyere haza. Ja. Úgy sem volt nálam túl sok minden. Ja. Oda meg elvisszük a bazukát, az kész. Hát, ja, csinálj hozzá először. Csinálj rakétát. Ez nem úgy van, hogy csak elviszem azt cső. Ez rengeteg, annyi időbe telik kraftolni rakétát, mint az állam. Ez a rohadt katonai alagút, aztán radoz, mint az Isten fasza, 34 HP-t kerülnem kell. Itthon már sül a kaja. Nem sokára vacsora. Király. Ezt a házat még szét kell baszni utána, mert élőbe is hát kajázok. Ez kötelező. Élőbe is kajázok egyet. De esetleg azt is csinálhatjuk, hogy elviszünk magunkkal egy rakás kaját, meg az étszurit. És lezabáltatjuk a picsába a turretet. Ja. Van egy tippem, van benne, hogy 500 lőszer. Lehet. És nem tárunk benne kenet, én nem tudom mit művelek. Basztus, oda kell még legalább 3-4 C4, találjunk valami értelmeset. Hát az szerintem csak a következő live-ba lesz. Hát de majd meglátjuk. Még van idő. Vagy hát figyelj. Itthon már van kaja. Lehet, hogy egy csomó gránátot tudunk csinálni, ezt kigránátozzuk a turretet. Hát nézzük meg, mennyi egy, mibe kerül egy gránát. Nem tudom. Tudom, hogy kell hozzá fémérc, puskapor. Puskaporunk kurva sok van, fémércünk is van. Ez a kurva sok, elmondom neked, hogy egy fél C4. Micsoda? Ez a kurva sok puskapor, fél C4. 600 valamennyi az fél C4? Persze, több kák mentek el. Figyelj csak, amióta te fönn vagy, elment már 6K vagy 7. Én meg előtte elbasztam már 10K-t. És abból volt 5 rakétánk meg. 4 C4. Hol a lófaszban van a C4? Mutasd már meg nekem. Úristen, bazd meg. Ugye mert a robbanószert úgy kell alapból csinálni, kell hozzá 50 lőpor, de amikor megcsinálod, kell hozzá 10 kén még pluszba, érted? Még 10 kén kell.
Azon kívül, hogy még 50 lőport megesz. A robbanószer. Jézus úristen. Jaj, gusztustalan szarba az meg. Most égetek még 200-at. Lőpor meg fém darab kéne a gránáthoz. Abból tényleg sokat tudunk csinálni. Hát akkor kraftolj. Kaja van. Van, van. Négy és akkor látsz is. Itt van a cuccod, nem szeret fő? Menj el. Hozom ezért. Hol a sült kaja? Cuccokat. Ja, hogy sült kaja nincs. Ja, itt van nálam, bocsánat, bocsánat, mindjárt adom. Várjál, hozom. Mindegy, most már sütők. Hallod, figyelj. Kösz. Megészség. Ó, már főszetetted volna a cuccodat. Mindjárt, mondtam, hogy hozom a többit. Milyen többit? A gránáthoz a cuccokat. Szevasz, veg chicken. Szevasz, veg chicken. Airdrop. Azzal el kéne kapni. Hát, ez most bukta. Why? El kéne menni az airdrop-ré, fiam. Micsoda? El kell menni az airdrop-ré. Mennyi? Hát el is megyek akkor, csá. Itt a cucca. Csá. Köszi. Na jó van, várjál, jövök veled. Dobnál ki. Hallod, hol a puskám? Nem tudom, elejtetted ott, nem találtam. Jó, de jó. A puskával a kézbe hajj meg. Megvársz, vagy elszaladtál? Már szaladok. Menj, akkor mindegy. Nem látom sehol, hogy kidobta volna. Csessze meg, vissza is fordulok. Faszom. Ezt a bázis mi ki kéne szedni. Fene egye meg. Van ilyen. Azért futottam volna rá, hátam van benne egy szaros színű az. Na. Van még ki. 200. Adok lőport, hello. Várjál. Azt akkor kraftolja. Oké, okay, figyelek. Azt írja akkor sima az az F1 gránát? Azt írja a Berkele, hogy soha büdös életben nem szedjük ki a gránáttól. Miért nem? Ha lehet, hogy csak tényleg hiőt kéne vinni az erről. Tudnánk csinálni 20 gránátot. Várjál, konzervgránátot kéne csinálni. Nincsen konzervünk. Ember, fém darab kell hozzá. Ja? Nem konzerv. Viszont nézd meg, jó? Lőpor meg fém darab. Ennyi. Abból 10-et tudunk vinni. Most azt keresem, hogy hol van a... 10-12 kéne 3 eszkábát robbanó töltethez. Kéne még szén. Szén, 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 szén. Önt is van, figyelj a tűzre. Figyelek, hozzá szenet.
meg. Kenneth, hogyha találsz. Körbenézek. Alacsony minőségű kell még meg szövet. Hallottad? Jó, micsoda? Szövet kell csak. Hozok. Mennyit kérsz? Hát még az is. Hát azért egy ezrót hozzá. Oké. Okay. És a turretet ki fogjuk fogyasztani, de keményen. Viszek biztos, hogy biztos 2000-et, hogy tutira meglegyen. Nem, egy ezres elég, de mindegy. Jó, akkor csak egy ezrest viszek. Meg még fém darab. Fém? Jó. Mennyi kell a bóknak? Hát egy ezres. Oké. Okay. Ja? Mi van? Összesen egy ezres kell? Hát figyelj, ti csinálod közben a gránátokat. Kenet nem találtál mi? Nem igazán. Faszal, mindegy, van nálam 200. És akkor kraftolj előport. Meg legyen nálad is vas, nekem kell vas, szövet. Meg alacsony minőségű, és ennyi. Illetve vas meg szövet, más ne hozzá nekem. Vas meg szövet, van nálam. Oké. Okay. Tessék. Várjál, mindjárt kisül. Ja, bocsi. Süljél már. Ez az végre. Na. Adom a kenet. És akkor mit csináljak? Lőport? Ja. Oké. Okay. Én pedig... Mennyit? Hát mondjuk 3-at tudok összesen. 3 lőport? Aha. Nincsen faszén. Faszén? Mondtad, hogy van fönt. De itt van még 110. Mégse. Téves. Várjál, most tudunk 6-ot. Francba, hagyni kellett volna égni a izékat. Várj, kint a ezébe nincs. Nincs, behoztam. Szoktam hagyni égni mindent, ami van. Így is rohadt kevés a szén. Jó, oké, akkor most már csináljuk azt is. Ezen nem új ég. Itt van szén. A jobb szélsőbe. Meg van még lőpor, kén is van. Bazeg, oda raktam a cénéhez a cuccokat. Fém darab is. Egyes fiam. Bazeg, én legalább egy helyre berakok mindent, ami kell. Ott van. Na most döntsd el, hogy ki jössz, vagy nem jössz ki. Itt van. Hát jó, de... Hát de bazeg, itt álltál. Nem férek oda. Itt álltál, baszki. Már rég oda engedtelek. Mondom, oda megyek, megmutatom, mert nem tudod, miről beszélek a végén. Melyik ládáról? Jobb oldali, megvan. Na, megtaláltál minden? Na, most 20, amit le tudok gyártani. 10-eket ad, szóval az 200. Az elég? Nyomassad, hát nyomassad. Szóval meglátod. Jó. Igen, a túratarról ki kéne szedni az alapot, csak... Ott van a... Oda nem tudtunk még bejutni. Megcsinálom itt a szurikat ezerre. Zsír. De ezért hagyjunk itt égni mindent, hogy legyen. Szép. Jó. De rohadt sokáig kraftolja az orvosi fecskendőt, hallod. Adok 4-et. Miért? Mennyi ideig csinálja? Mindjárt mondom. Veszekedésen nem vagyok meglepődve, Jani több száz órányi videót látott róla, én meg nagyjából 25 órát játszottam elmúlt 2 hétben. Igen. 20 sec. Ez kemény. Ja. Kéne csinálni izét is. Ja, te kraftolsz, nem? Lőport? Persze.
Just, lőport. Csinálok kizét. 10 darab kötszert is a vérzést elállítani. Oké. Okay. Jaj, jaj, most nála 830. Kicsikét, mert sokszor elég egyértelmű, amit mondok, és Szecsi meg nem tudom mit csinál, meg leszakad. Ne, vannak laggók. Van, amikor semmit nem hallok belőled normálisan. És olyankor legszívesebben csak ennyit csinálnék, srácok. Szecsi, mm-hmm. miért nem mm-hmm. jössz? Na jó, figyelj! Mondom, van nálam 830 lőpor. Adjam! Csinálj ezért. Hát amit mondtam, a konzervgránátot csinálunk szecsölöket. Rakétához rengeteg... Konzervgránátból tudok csinálni 13-at. Megéri? Csináld. Hadd szóljon. És csak a lőpor fogyott el. 4 konzervgránát kell egy eszkávált robbanó töltethez. Egy kicsi zsákmány és egy kötél. Oh, jó. Kötél az van. Kurva sok. Összeszedhetnél mindent, ami kell az eszkáválthoz. Mert én meg itt csinálom a medkiteket ezerre. Mi kell? Kötél? Meg? Kicsi zsákmányhoz nem tudom mi kell. Mindjárt megmondom. Kicsi zsákmányhoz kell 10 szövet. Most néztem. Oké. Okay. Ja, meg akkor a fegyvert is vegyél magadhoz. Van nálam egy egész elfogadható, úgy érzem. Tessék, adom a cuccokat. Nem, te kraftolsz. Most tess, nehogy már alzzál, bazd meg, itt csinálom a izét. A medkitet. Nehogy már mindent én kraftoljak. Szecsi, szok meg. Gyakorolj. Minek? Én maximum lövök, meg hozom a cuccokat. Mondom, gyakorolj. Na, azt mondja, hogy jó, oké. Okay. Jó. Hm? Köszi. Csinálok még fecsit. 2, 4, 5, 6. Az eszkabát robbanószert volt a lálam? Tools. Köszi. Mondtam a hozzávalókat. De jó, oké, ezért én szeretem megnézni. Na. Tedd el itt még a földön. Mert neked nem kell, vagy mi van? Még gyártok. Kifogyasztjuk a turretet a francba. Vagy így, vagy úgy. Jelenleg egyetlen egy eszkábát robbanó töltetet tudok csinálni. Hát jó, van, még mennek a gránátok, nem? Tény. Összesen 2 lesz szerintem. Bebaszna, én 13 gránátokat mondtam meg én. Hát és 4 kell egy izéhoz. Na és 13-ból nem jön ki véletlenül 3. Na jó, jó, bocsi. Csak... Ja, jó, oké. Nem láttam azt, hogy mennyinél tartok. Pardon. Jó, oké. Na. Egy nagy orvosi felszerelés. Az elállítja aztán a vérzést is. Mindegy, viszünk rá kötszert, azt ennyi. Mindig jól jön. 20 szek egy fecsi, baszki. Szarügy! Mindegy, kinyomtam, nem érdekel. Csinálják neked zsákmányt? Minek? Én már csinálom. A zsákmányt? Persze. Kötelet hozta? 50-et. Jó, az elég. Akkor még csinálok fecsit. Jó, man. Hadd menjen. Hallod? Egyébként a két kemence jobban termeli a szenet sokkal, mint a kis tábortűz. Na jó, de a tábortűzet úgyis szoktam hagyni, hogy lelépek. Ja? Ja. Mert a 2000-ből kemencében már ilyen 150-160 már benne van, a kis tábortűzben meg benne van 30. Ajaj, a kis kemence csak zabálja a fát, és addig haladsz vele. Hát, igen. Basszus, kéne még kén. A kén fogyott el, nem? Vagy a szén? Mhm, kén. Is, okay. Meg a szén is. Bassza. Akkor... ezt is bedurrantjuk.
hogy állsz? Hát... azt mondja, hogy jelen pillanatban... sehogy. Van 3 gránátom. 3? Mhm. Mert... sokáig csinálja. Na jó, van, akkor induljunk oda, de meg minden cucc megvan, ami kell hozzá. Mhm. Akkor menjünk. Várj, akkor egy kicsit lepakolások. Azt hiszem, kéne. Mindjárt jövök, nincs sok. Én igazából viszek mindent, mert ha kell még gyártani fecsit, akkor legyen. Hozzak kaját? Van nálam. Mert hogy nálam is van 6 hús. Nálam 4 sült disznó, jók leszünk azzal is. Rohadt turrettel, teli van bassza turrettel az a bázis. És lesz még 2-3. Menjünk Szecsi, szóval itt az idő. Mindjárt jövök. Ja, ja, bocs, oké, elnéztem. Megint? Megint? Bocsi, megvan a 10 konzervgránát, bocsika, csak az egyiket az övembe tette. Azt nem figyeltem. Oké. Na menjünk. Akkor csináld a szecsölöket. Hát, amint készen van. Most csinálom az utolsó konzervgránátot. Fasza. Várja meg. Nem tudsz gyorsabban futni? Mm-mm. Miért nem vetted le a nadrágot és elérted ki? Bassz. Adjuk, jó? Jó van, na nyugi, nem lesz baj. Miért egy kibaszott pisztolyjal jössz? Erre kéne menni. Hát, azért érkezze, mert már csak 29 lőszer van az LR-be, és ha lövöldözni kell, akkor inkább ebből lövök, mert még több tár van nálam ehhez. Na már készülnek a kicsi zsákmányok, úgyhogy amint az készen van, akkor készen van ez is. Jó. Robot töltött. Bazzeg, rad. Rossz helyen futsz. Na akkor lennék csak igazán ideges, hogy bejönne egy rad heli. Akkor nem vagy egyedül. Akkor én is ideges lennék. Megint rad. Hol? Gyűlölöm a tetves. Hallod, hogy ezt te hogy csinálod, én nem tudom. Itt jövök melletted, mögötted, és nekem nincsen rad. Lehet, hogy jobb az ellenállás abban a cuccban, nem tudom. 15. Nekem 10-es. Ja, az más. Hát azért figyelj, az LR-nek a fél HP-ját már lövöldözte. Na, elkezdtem ezért robbanó töltetet csinálni. Swag Chicken kérdezi, nem akarjuk megvenni neki a játékot. Nem, Swag Chicken. Nem. Nem, nem. Nope. Francba ki kell fogyasztani ezt a rohadt túretet. Miért? Hát ki kéne fogyasztani, mert tovább akarok arra menni, hogy mi van ott. Jó van. Maradt egy gránátot, bele basszuk. Várjál. Mennyire bírod? Meg vagyok. Mennyi életed marad? Van még.
Kifogyott. Ne basz. Kifogyott. Ú, de zsír. Nem ennyi rész nélkül, jó? Nyugi. Miért a másiknál ezért? Van már faj. Jó, van már. Lehet, van benne még. Van benne még egy. Ne! De. Jó, hát a robbanat öltet készen van. Csinálod? Megvan a loot szoba. Szerintem megvan a loot. Fogyasztom. Kell még poti? Mi? Kell még zé? Mi a faszom? Szuri? Poti, azt mondja. Jó van már. Még szúrok. Kifogyott? Nem. Bebagolt, nem már. Na, nem ide nézett, nem vett észre. De szar. Hol vagy? Itt? Kifogyott. Biztos? Nem lő. Kettő néz rád jelenleg. Mária. Na most kérdéses nem az, lő. Hogy... Nem lő, de a hátsó az... Ott nincs. Nem lő, vagy csak mert hogy messze vagy? Nem, nem lő. Már rég tüzelnie kéne. Jó. Gyere be! Az nem a lót szoba, bazd meg. De itt egy csávó. Ja, ez... Nem, meghalt! Deformation. Szia kis köcsög, azt hitted meg szopac. Szerintem ez a lemez ajtón, de az a baj csak három van, mi? Így igaz. Az kevés. Nem fogja bevinni? Lehet, hogy be kell lőjük magunkat majd. Jó van, te csinálod. Mehet? Hát nyomjad. Az ajtóra, ugye? Várja. Várok. Be lehet nézni ezen a résen. Nem. Nem tudom, hogy az hova fog vezetni. Nem megyünk arra? Fel kéne menni a tetejére. Maradj itt. Hát, mondjuk, várjál, mi ez az armored? Már lemegyek. Aztán meg fel. Hát örültem volna, hogyha ott maradsz egyébként. Hol? Hát ahol álltál az ajtó előtt. Megyek. Aha. Nem tudom, hogy ott lesz a loot. Mindegy, dobd rá, ott a lemez ajtót vigyük be. Félek, hogy az armorednél lesz. Mi a Steamen vettük meg mindketten. Valahogy nem vonz a G2 a... Ez meg be fog sülni. Csak nem. Hú. Nem hiszem, hogy le fogja vinni. 70 ápolatot le róla. Hát 4 viszi be. Menj a délben. Jó, mondjuk talán a végénél már mit tudom én, tényleg csak beverjük magunkat és kész.
Hát én fogom, azt kilövöm rá az összes lőszeremet, nem érdekel, az besült. Ez besült, jó. Mi Steamen vettük meg, ki lehet bírni azt az árat szerintem. Ennyi. Ez az utcsó, mi? Mhm. Már több izé gránátot nem is tudsz, mi? Van még egy gránátom. Picsa, hozzá baszunk egy gránátot, azt megnézzük, csinál-e valamit. Hát az 10 HP, de ide az aljához dobjad. Ennyi közel. Bazd meg! Meghalsz. Nem. Appa, bazd meg, azt hittem, hogy eldobja. Bazd meg, mondtam, hogy menj közel. Nem az hittem, aljához. Hogy csak leteszi. Mondtam, hogy de faszomat, azt hittem, hogy legalább dob. Nem jó, robbanó fejesse kell. Vagy csinálok csákányt. Hát ezt mire csákányra beverjük, lemegy a nap. Hogy is. Mire lecraftolja a csákányt, nem megy a nap. Te mivel vered? Baszóval, zsával. Ami szart se ér. Ezt az ajtót már be kell vigyük, nem érdekel. Azért nem sebzett rajta semmi. Nincs nálad egy kis fém? De van. Adjál már, akkor tudok csinálni még egy gránátot. Egyet. Hát, így talán többet is. F1-es gránátot tudok, az jó, nem? Jó, de én dobom, mert úgy látom, te öngyilkos akarsz lenni. Nem akartam öngyilkos lenni, hát faszomat, nem szóltál, hogy zé, de nem, szóltam, nem dobja, csak lejti. Szóltam, képzeld, de szóltam, csak menjél már ledobtad. Közelebb. Jó, de én azt hittem, hogy zé, legalább lendítem valami. Nem, a gránátok nem csak, el vannak baszva. A kezéből. Gránátok el vannak baszva. Hát de ezt nem mondtad. Hát megváltattad volna a mondandómat. Épesztő ember nem azt gondolja, hogy megfogod a gránátot, bebiztosítod és csak úgy kicsusszan a kezéből. Hagyd ezt a gombot, csak idegesít, és nem szedtél még életet se. Ja, csessze meg. Föl is baszott. De ezt kinyomjuk, ezt az ajtót, utána én el is megyek. Nem bírom, nem bírom ezt idegekkel! Mindjárt feje belőnek. Turretet tudom ütni. Az nagyon is, jó. Hát nem fog itt pittyegni legalább. Kész a gránát dob. Várjál, ne dobjál semmit. Azt leütöm, megüresít. Ez az. Ez ilyenkor nem vagy cuccod? Nem, mert kifogyott a lőszer. Azért mit csináltál? Odaadtam. Húú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 
Na, az kurva jó lett. Jó mellé, mi? 31? Hát nagyon. 31? Semmi. Robbanó fejesebb, bazzeg, az kéne. Mennyi? Hát egy tárból kivisszük. Ez a robbanó fejes lőszerrel, de az a baj, az kén kell. Ezt a szívást. Az üres. Üres! Egy HP-t vitt le, hát igen, Swag Chicken.
kurva öreganyádat, rohadnák, kettétje, üdösget. Kővel üzöd, bazd meg. A saját kövével. Ez jó. Na, tudod mi a büdös helyzet? Nekünk kellene én, ez a bázis, ez nekünk nagy falat. Nem az, hogy nagy falat, nem hoztunk magunkkal elegendő cuccot. Mert nincs. Nem szereztünk eleget a többiből. Menjünk, csákányozzunk. Akkor... ebből például nem fog kén jönni. Hát valamennyi jön. Adjak csákányt, ha jól. Hát ha adsz egyet, azt meghálálom. Srácok, akkor kezdődjék a farmolás. Ismét. Neked adott? 25-öt. Hát de szerintem ez... már ennyi lesz lassan. Úgy véled? Már nagyon éhes vagyok. Mondjuk nem vagy vele egyedül. Francba, hogy abban a másik bázisban nem volt. Találtam 50 kenet. Na, az jó. Fémpenge, nem kell. De az a baj, hogy az még csak érc. Ja. Ott is 8 van. Kén van nálam. Ott is van egy 50-es. Franc, egy meg. Kurva élet. Te is malac. Itt tuti, hogy nincsen mákén? Nem tudom, néz körül. A hezébe? Csak fa van. És a gépbe? Hát nézd meg. Itt is csak vas van. Mondjuk itt van szén, hogyha kell. Á, fém meg kő. Szén meg vas van, hogyha kell. Ebben a ládában van szén meg vas. Ezt most miért kellett? Hogy tudjad, hogy melyikre beszélek. Nem kell se szén, se vas. Jelen pillanatban. Hát azért a szenet tedd, de mert hogyha kraftolni akarsz, otthonra kell szén, az a lényeg. Jó, van, mindjárt megyek, itt fönt körbe akarok nézni. Jó, akkor én elrakom. Na. Nem, csöppenge van meg ilyenek. Jó van. Üssünk ki pár követ, aztán én már megyek kajázni meg ilyenek. Mész haza? Hát, hazafelé kiütünk pár követ. Mehetünk. Ilyenkor lenne jó ugye a bányászgép? Ja. Elindíthattunk volna hármat is egyszerre, amíg elmegyünk a nagyházra. Hát körülbelül. Mert ugye a bányászelősnél van kettő bányagépünk, itt ezt elindítottuk volna, csak összeszedtük volna, már lehet lenne egy ezres kén megint. Hát ki tudja. Majd legközelebb. Ja. Francba, hogy pont ezt a nagy bázist nem tudtuk szétszedni. Lehet, hogy kisebbre rámentünk volna, jobb lett volna. Hát lehet. Mindegy, azért nem volt rossz, volt út rendesen. Uh-huh. Elején. Na, Szecsi, ezekből hol vagy? Én? Csaszogok hazafele. Azt a rohadt páncélnadrágot vedd le, soha büdös életben ne hozzad, légy szíves. Nem lehet haladni. Jó van. Én is azért nem használom, hiába kraftoltam rá, jó a védelme. Rohadt lassú. Úgyhogy ezért nem szeressem. Tudod, mi gondolkozok? Vajon merre lehet a harmadik emberke a szerverem? Nem tudom, de szerintem behúzta fülét, farkát ennyi robbanás után. Lehet. Kő. Kenes kő. Ez jó. Hát akkor srácok, akkor igazándiból
igazándiból ez volt már a... Ez már nem igazán lehet szerintem sehogy stackelni a dolgot. Hát ja, nem nagyon van már mit. Már kajás vagyok, meg minden, kiütök még két követ, azt megyek haza. Ja, én már mindjárt itthon vagyok. Egyébként mennyi cuccot szereztünk, sajnos az egyik háznál visszajött a kín. Utána már nem jött vissza. Franc egye meg. A Turet jól megszivatott minket? Hát az most igen, az most csúnyám. Úgyhogy most gondolj bele, valaki bejönne a mi házunkhoz, akkor az is mit élne már rád, szegény. Hát... ki tudja, hogy más is így akarja bejönni. Mondjuk hozzánk nem nagyon jönnek be. Tény. A francba, holott kereshetnénk egy bányászhelyet. Van 8 magas kőfal. Tudunk kraftolni hozzá egy kaput is. Még otthon is van kőfal, azt hiszem. Hát igen. Hát ezt mondom, van 8 kőfal otthon. Ja. Hát... De most tényleg nem hallasz, hogy nem tudom mi van? Szara a fülesed? Lehet, nem hallak normálisan néha. Vakker, itt van még egy. Keressünk még most gyorsba egy bányász helyet. Hát ja, nézzel ötvetni, vigyél magad egy bányagépet, azt majd mondod, mert vagy. Várj meg otthon, vagy nem tudom. Itthon megvárlak, az a legegyszerűbb. Oké. Okay. Szia, Svegcsike. Még egy kicsit nyomjuk, megkeressük a rohadt bányagépnek a helyét, körbeépítjük. Veled dobok 1000 üzemanyagot, ez hadd mondjam. Jó felé megyek? Persze, hogy nem jó felé. Azért úgy elkerültem a házat, mint állat. Király vagy. Hát... van ilyen. Bevadultam a kövekre, ez van, én már. Két napja csak kövezek, mert nem jársz föl. Már a csákány hangol a haszok. Üst, az jó. Tüs, üst, tüs. Hibbe-hobba farmolni is följöhetné. Akkor már lehet... Jó, már. Olyanokat leműveltünk volna, te is jössz szerintem. Ki tudja? Én tudom. Na itt vagyok már bányásznál. Szerintem ott kéne keresni neki valami jó helyet. De itt kerestük múltkor is, azt találtuk ezt, azt körbe se tudjuk venni. Ja, hogy annál a bányászne vagy, ja? Nem hallottál lövést? Nem. Most igen. Nem is olyan hangos ez a Beretta. Ezt a rohadt ajtót nem tudtuk bevinni. De idegesít. Most van nálam 650 kén. Érsz? Hát azt akkor, amíg megkeresik a bányásznak a helyet, addig meg tudnánk csinálni a robbanó töltetet, és még egy órán belül beleférne az, hogy berobbantjuk azt az ajtót. Most már 20 perc alatt kiég ez a kén. Még annyi sem. Hozzad a izékat. Mizékat? Talajkutatót. Micsodát? Talajkutatót. Nálam van. Nálam van minden. Bányagép. Az is. Kőfal. Az nincs. Megyek. Jó. De üzemanyag még van nálam, úgyhogy ezt nem kell használni. Az nálam is van. Az meg. Te voltál? Missclick.
Miket cuccoljak egy kicsit. Ja, meg kicserélem a gatyámat. Na végre. Jó van, kirakom ide a fegyvert is, nem érdekel most. Csak fölidegesít. Na. Hozok rengeteg követ. Minek? A kőfala. Hát, ha nem lesz elég, elindítok közben kraftolást. Jó van, én még itt adok majd neked 200-at. Mit? Többi mellett kő, többi mellett elfér. Ja. Kell még fogaskerék. Az van fönt. Köszi. Nagy kültéri kőfal. Oké, megy. Ebből 1, 2, 3, 4. Itt van még 20 fogaskerék. Na jó, fönt is van még 29. Megvan már. Kraftolok. Jó van. 3 perc és kész. Zsír? Na ennyi. Pillanat. Jó van, mehetünk. De ahogy elnéztem, azért másnak is megvoltak ezek a taktikái, mint neked. Mi? Ez a 18 különböző ajtó, mit tudom én, mindenhova. Hát de nem be is nagy... szopatott? Nem is be is szopatott. Ez a lényege. Behát. Ez a lényege. Na várjál, álljál meg, gyere vissza. Most gyorsabb vagy. Igen. Tessék. Köfi. Nincs mit. Menjünk. A franc egye meg. Itt valahol nem lehet valami? Itt dobok egyet. Várja, van nálam csákens, jó van. Dobtam. Oké. Semmi. Kiütöm azt a követ fönt. Gyorsba. Itt sincs semmi. De jó. Lehet itt följebb kéne megpróbálnunk. Nem itt, a, nem itt a domboldalban, hanem tudod, valami síkabb terepen. Mhm. Uh-huh. Merre vagy, Szecsi? Ja, látlak. Próba itt. Hát dobjad. Hát, ha... Itt ha, a hely. Ott van valami. Kő, magas minőségű fém. Fémérc. Kén nincsen. Nem hiszem. Francba. Kén lenne a fontos. Na ide kirakjuk. Kén lenne a fontos. Kén kellene. Kén. Oké. Okay. Semmi. Az előző az jó lett volna annyiból, hogy az kenet talál, de... Az meg szar helyen van, érted? Vigyázz! Mhm. Uh-huh. Na? Kő. Csak. Mhm. Uh-huh. Vazz meg. Ki az út közepére? Á, oda nem lehet lerakni. Basszus. Basszus. Itt dobok egyet, gyerek. Kicsapod a pisit? Dobsz egy sárgát? Ja. Pazd meg. Na, utolsót ide. Nálam van még 3. Oké. Okay. Ez hihetetlen. Hol kéne akkor próbálkozni? Túloldal. Itt egy. Hát dobjad, de az előbb is itt dobtuk, nem? Mm-mm. Kicsit odébb. Lér. Beszarok. Itt a kőnek az éjjában, szélében? Nem hiszem.
Erre hiába megyünk, nem tudjuk meg körbekeríteni. Na francba, megpróbálom még egyszer. Nem érdekel. Hát, ha csak bugos volt, vagy valami. Nem. De nem lehet építeni. De ide meg lehet építeni. Ide meg nem. Ekkora kört meg a faszom épít. De nem értem, miért nem engedi a domboldal, mi az? Lehet, hogy már nincsen víz szintbe. Hát az elég hülye helyekre is lehet tenni azért. Hát a faszom falat. Menjünk inkább a másik. Várjál, lehet, hogy van egy mezeje, ami benn nem lehet lerakni. Nagyon úgy tűnik. Ne basszák ki velem. Bazd meg, milyen lag volt a szerveren. Ez kemény. Jó, nem lehet beugrálni. De ilyen messzeségben tudok tőle pakolni, de lent is. Mit csinálsz? Megnéztem, hogy be lehet-e ugrani. Itt meg túl ferde. Bocsi. Itt, na, itt. Itt engedte volna. Itt meg túl ferde neki. Ne basszál ki velem. De. Na de így. Így, 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 így. Ennek meg mi értelme? Várjál már. Mennyi egy ilyen kőfal? 1500 kő. Addig egyet csinálok én is. Hát csinálhatnál vagy ott 50-et. Rohadt sok anyag kell, hogy körülvegyük bazdmeg. Egyet tudok, mert annyi még volt bent a ezébe. Fasza. Gépben. Azt el is fogytál, mi? Hallod. Hát van még egy. Az meg ez kurva sok anyag. Ez gusztustalanul sok, Jani. Ennek így értelme is alig van. Na jó, van értelme, mert kén lesz a végeredmény. Meg kő. Egy idő után visszahozná. Akkor lenne értelme, hát a kurva sok állati zsírunknak is, amit el sem használunk. Az meg jó, Jani, azt majd hagyjuk a következőre. Jó van, a kurva kaput még le akarom rakni. Mindegy, majd lerakjuk a következő részben, nem érdekel. Ja. Nem indítjuk el a gépet, meg kiszedik este. Na, francba. Na jó, hát most ez nem jött össze. Végre ilyen nyögvenyelő is lett. Kicsi. Na mindegy, majd körülveszem adáson kívül, az cső. Akár. Gondolom nem nagyon segít kezelbe. Majd megpróbálom, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Mekkora királyok vagyunk, csináltunk egy hidat, bazd meg, és nem is használjuk. Hát most istenem. Viszont ez egy kurva jól az év volt, rész volt, úgy érzem. Ja. Tehát volt benne minden. Az biztos. Még veszekedtünk is, mint a rossz házasok. Rossz ez házasok. Körülbelül. Hát bazd meg. Jó, én már hozzászoktam, nekem ez még nem megy. Majd jobban belejössz a rásztozásba, akkor remélem nem kell ennyi mindent mondani. Nem, majd elválik. Na,
kell, van belőle egy sor. Egy darab. Ez az én egy darabom lett volna. Csezd meg. Őrizgettem volna. Swag chicken, igen, már nem folytatjuk sokáig. Hát nem. Ennyi volt már igazándiból. Ja. Mondjuk lehet azért vagyok ilyen hisztis ribanc, bazza meg, mert éhes vagyok. Az is előfordulhat, hogy simán csak éhes vagy, mint az állat. Mondjuk te ezzel nem vagy egyedül. Úgyhogy igazándiból én nagyjából szerintem el is kezdek búcsúzkodni. Ja, várj már meg, amíg felérek. Menjünk föl. Még egyen följebb. Ja, ez a jó kis helyünk itt. Hát jól van, de föntre srácok. Kellene hálózsákot csinálni. Ja, vagy ágyat. Inkább azt. Ja, jól utok voltak, Berkiler. Hát jó van, akkor ja. Ennyi lett volna már a srácok. Köszi szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Úgyhogy ugyanúgy ez most már János, ugye ez megtekinthető lesz YouTube-on. Igen, várjál. Figyelj, és mindjárt bassz meg! Még mindig megy a felvétel, azt írja. Jó van, azért. Jó van, úgy nincsen para. Na, úgyhogy akkor ez viszont mindenképpen elérhető lesz ezén. YouTube-on is. Kurva jó volt. Ja. Nekem nagyon tetszett. Jók voltunk. Ennyi. Ennyi. Köszönjük szépen. Királyok vagyunk, bazd meg. Szevasztok. Ciao, ciao, jó játékot.